kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász magához húz, lesz már kor előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, a rabban két szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szerda van, a hét közepe, talán a legnehezebb nap. Hello Feri, hello Jani! Sziasztok, jó reggelt! Hello mindenkinek, viszont az idő jó, úgyhogy hát gyerekek, ha az rendben van, akkor olyan nagy baj nem lehet. Nem? Süt a nap, 30 fok. Jó idő felhő most nélkül. Reggel? Hát most még nem, de lesz. Ma még nem, ma még ilyen 25 körül, de péntek környékén már egészen jó. Az idő jó, de rossz a hely. Ma többit most a korai időpontra való tekintetben. Nem mondjuk el, gyerekek, így van. Na, mi újság van? Minden a legnagyobb rendben, a kerékpáros kollégáknak fölhívnám a figyelmét, hogy új ellenőrzés van, gyerekek, megint kitaláltak valami okosat. Képzeld el, az van, hogy állítólag a Kressz előírja, hogy zebránál neked tolni kell a biciklit. Ez igaz. Jaj, nem áll. Ez igaz. De várjál, mert ma vitába keveredtem ma reggel, Hungária körút, Kerepesi előtt hárommal vissza, nem tudom milyen utca, ilyen kis utca, és ott zebra van. Igen ám, de én jöttem a Kerepesi, vagy mi az, a Hungárián jöttem magán, és hogy az autóforgalmat ne zavarjam, ebben a kereszteződésben, így jöttem, mutatom nektek, én beljebb húzódtam ebbe a bekötő utcába, és ott mentem végig, igen, de nem mentem rá a zebrára. Uh-huh. Tehát mellett egy fél méterrel mentem körülbelül, megállított a szerv, kérdezte, hogy jó. Megállította? Igen, aha, igen. Látta, hogy a bringa rendben, villog, világít, macska szem, minden rajta kütyű, van. Csipog, kütyű, csipog, mér, Klassz FM-es, jobbra-balra kinyitható, index, csengő. A Klassz FM-es karszalagok minden végtagomon, hogy jól látható legyek. Azt mondta, hogy az nagyon rendben van, de tudom-e, hogy mi a hiba. Hát mondom, azt mondta, hogy minden rendben van, akkor nyilván nincs hiba. Teszem fel ugye logikusan ezt a eszmefuttatást, és mondta, hogy igen ám, de hogy én nem mehetek át a zebrán bringával. Hát mondom, ez így meglepő is lenne, mert nem azon mentem, hanem mellette, mert én a Hungárián jöttem, azon ugye nincs bicikli út, tehát én ott mehetek a szélső sávban. Ott is mentem, kicsit behúzottam, és azt mondta, hogy ez már neki gyanús, hogy az egy zebra használat volt kerékpárral. És mondtam, hogy nem voltam rajta, mellette voltam egy 20-30 centivel, fél méterrel. De miért is nem lehet kerékpár használni a zebrán? Csak áttolhatod. De miért? Ez kitalálták ezt a baromságot. Ez egy jó nagy hülyeség. Sajnos ez így van. Hát nem tudom, hogy sajnos, de én azt gondolom, hogy ez megint olyan kéne, hogy legyen, hogy okosan kéne kezelni. Tehát ha egy darab gyalogos nincs a zebrán, akkor mitől nem mehetnél át? Akkor miért nem tudsz átmenni? Vagy azért, mert van rákanyarodó sáv, és akkor az ott lehet, hogy ott keresztezi a forgalmat, tudod? Ott vannak olyanok, amikor neked autós... Igen, zöld nyilat van oldalra, igen, mehet fordulhat. És sárgán villog egy ilyen kis gyalogos jel, hogy ott neked a gyalogos jöhet, hogy akkor ne ugrassak vajon elé. Én nem tudom, szerintem annyi mindent lehetne a Kresszben szabályozni ehelyett, vagy büntetni, vagy ellenőrizni, de hogy tényleg ezen ugrálnak, és ezért téged leszednek a bringáról, és ezért egrecíroztatnak. Hát de rendes volt egyébként, a nyilván a munkáját végezte, meg tényleg korrekt volt a csávó, nem volt. Azok, baj, akik nem mennek ki jobbra a belső sávból, meg nem indexelnek, meg mit tudom, azokat nem. Aki lehet, bringával nem megy, érted, és most leszállít a bringáról, és akkor most megszállít. Hajnali 4-6-kor, úgyhogy egy darab gyakorlás nem volt. Ez egy hülyeség. Már aki kitalálta. Aztán mondta, hogy a szabál a szabál. Aha. Igaza van, de rendes volt. Mondta, büntetett? Hogy nem. Mert mondta, hogy csak vélelmezte, hogy én a zebrát használtam. Ja, abból csak félszemmel nézett oda, és úgy érezte, hogy... Hogy hát, ha rámentem, de mivel én azt mondtam, hogy nem mentem rá, és én tényleg nem voltam rajta, ezért nem volt belőle sem. De én nem bringázom, csak orra, ez nem maraság? Dehogy nem, hát ez szerintem is. Ugye? Főleg úgy, ugye, mert ha mindenütt lenne bringaút, akkor azt mondom, hogy oké, akkor ne menjünk rá. Tehát bizony, ha itt a zebra, mellette van bringaút, akkor fölteszed a kezed, hülye voltam, nekem van bringaútam, ne menjek ott. Ne menjek a zebrán. Na, de hát egy csomó helyen száj nincsen. Száj oldát, és... Hát tehát akkor tudod, hogy jönnék a Hungária másfél óra alatt, mert ugye az összes kis keresztezés, ott nekem meg kéne állnom, lehúzódnom, áttolnom, visszaszállnom. Fel. Mi az értelme, ne üsd el a gyalogost? Vagy kit véd? A bringást védi magától? Vagy a bringást védi a gyalogostól? Vagy a gyalogost a bringástól? Vagy az autóst a bringástól? Tehát ki van ott veszélyben, ha valaki átmegy zöld lámpánál,
a zebrán bringával. Életileg, ha nagyon gyorsan ugratsz, ugye, amit mondtam, és akkor kanyarodó sávban. Aha. De hát az figyelj, meg... tehát, hogy azért ott a zebra előtt alapból lassítani kell, igen, akár kanyarodó, akár nem. De én tegnap is végeztem egy ilyen röpke kis kísérletet ott nálunk a közelünkben a béketéren, megálltam a zebránál. Szép, jól belátható szakasz egyébként, vártam, hogy kienged át. Senki. Nem engedett át senki. Nem, senki. De amikor senki megindultam, akkor még belefutottam egy úriemberbe, aki éppen a gyufáját, vagy az öngyújtóját kereste az autójában, vezetés közben cigillog a szával, és látod, hogy megy egy gépészkedés. És jön neki a zebrának. Én meg már úgy félúton voltam a zebrán. A igen, és rettenetesen keresett. Lassítás az óne, az ugye elfelejtve. Jó, hol? Mindes francba lehet az a rohadt öngyújtó. És közben jön. Na, mondom, csak egy picit majd észleli a zebrát is, meg az átkelő kis embert rajta, de nem. Úgyhogy picit megszaporáztam a lépteimet, nehogy nagyobb baj legyen nekem. Mert hát nála ugye volt, nagy baj, hiszen nem találta a gyufáját, ő sem ment tovább. Tehát, hogy így, nem. Az milyen harc az autós? Nem annyira érdekes a gyalogos. Az miért van, hogy tehát ha Ausztriában, ha át akarsz menni, egy kilométerre már megáll a csávó, villog, hogy menjél át, és nálunk ez valami harc, hogy ki, hogy nem, hogy átenged, vagy nem enged át. Hogy olyan kevesen van. Kiér oda, kilép le előbb. Mm-hmm. Igen. Gyorsít az autós, vagy lassít az autós. De nem mersz már belépni. De az nem ráutaló magatartás, hogy ott állok a zebrán előtt, vagy rálépek az első fehér csíkra? Az már igen. Ha már megindulok, az a. Az ráutaló, hogy te ott állsz, te ott várhatsz, te megbeszélhettél randit a gyönyörű feleségeddel, hogy a zebra jobb oldalán fog látni. Ott átcsorog, hol akar. Így van. Abból az autós még nem tudja, hogy te át akarsz menni. Figyelj, 20 autó ment el, úgyhogy egyébként senki nem foglalkozott vele, hogy ott áldogálok. Jó, mondjuk lehet, hogy szabad szemmel nem voltam látható, ezt is tegyük hozzá. Nem láttak, lehet, előtte volt valami fa tényleg, vagy korlát, vagy valami elnyomott. Na mindegy. Hát értem persze, hogy kinek a védelmében van, meg miért, de ennél azért jóval fontosabb dolgokat lehetne sokkal szigorúbban nézni a keresztben. Nem? Lehetne nyilván egy csomó olyan dolgot, csak most pont reggel ez történt. Tehát nagyon-nagyon-nagyon igen, fontos az, hogy mit tudom én, abba megállítsák a bringást, aki esetleg lehajt az zebrára, de azokat a román kamionokat, akik előznek a nulláson, meg akik előznek az autópályán, és a büdös életben senki nem állítja meg őket, mert senki nem beszél idegen nyelvet, és félnek megállítani bárkit, akinek külföldi rendszáma van, érted? Miért nem inkább ezzel? Jó, de meg behajthatatlan a pénz, és emberek halnak meg azért, mert román kamionosok hozzánk járnak át aludni konkrétan, határnál leblokkolnak, határig jönnek blokkolás nélkül, ugye, itt elindítják, aztán átmennek Magyarországon, úgyhogy már egyébként 10 órája vezetnek Románián keresztül. Na azt viszont senki, a bringások, azt meg kell állítani, meg. Állítsanak meg 30 kamionos az M0-áson, akik előznek 100-zal egyébként, úgyhogy ők 80-nal mehetnek. Előbb tegyenek rendet a városra, jön a Rákóczi Feri, ott a álomittasan, ott még az álmosságtól szédelegve, ott a Hungárián, ott a hatalmas bicikli, ha persze, hogy megállítottál. Persze, hogy megállították, hát veszélyes volt mindenki. Az esti fröccstől, az más, de nem álmos az emberekkel. Sokszor, én elég sokat vezetek, mert vezettem több százezer kilométert. Zebrán átmenő bringással még nem volt gondom. Kamionnal sokkal inkább, például. Aha. Vagy a jobbra. Zebrán átmenő kamionnal? Zebrán átmenő gyalogos kamionnal. Az már komoly error. Vagy a jobbra tarts, hogy nem ismerő Fiat multiplással a belső sávban autópályán, aki 80-nal megy, és élete harcának tekinti, hogy Velencéig levezessen, úgyhogy nem megy ki. Feltartalak. Majd én megnevellek. Igen, mit száguld, az hülye. Igen, majd én megnevellek. De hogy megyek ki jobbra? Hát ne döntsd már el, hogy milyen gyorsan akarsz menni. Sose láttam, hogy kiszednék a sávból. És elbeszélgetnének vele. Érted? Igen, az még pedig baleset veszélyesebb, mint egy bringás, aki mondjuk átmegy az ebrám. Nem? Jön a rendőr, rávillog, hogy álljon ki, miért megy 80-nal én sem. És azt mondja, na igen, akkor ennyi, nem tartod a jobbra tartsot, menj, akkor kiszedünk és elbeszélgetünk veled, hogy ne itt népneveljél. Nem? Igen, maradj külsőben. Hát igen. Vagy a leállóban. Vagy a leállót, megy a leállót. 80-nal lehet használni a leállót. Nem értem. Na mindegy, akkor rendik voltak? Rendesek voltak, meg mondták, hogy csak figyeljek oda, mert ez most büntethető, és most erre is így rászálltak egy kicsit a bringásokra. Úgyhogy nem elég a trafipax, kérlek szépen, hanem a költségvetés. Nem tudom, mennyire lehet büntetni, ha mondjuk átmegyek zebrán. 5000? Mennyit érne? Mert te mennyire büntetnél? Mondom, szabálysértés 10 000. 10? Persze. Uh-huh. Mert én sem mennyire. Az a jó szíved, azt fog sírva vinni. Igen. 10 000. Hát nézd, most napi 50-et elcsípnek, aki bringa, az azért jó pénz, az egy fél milla megint. Abból egy hét alatt már egy jó rendőrbringa megvan. Hát vannak bringás rendőrök. Van, az jó egyébként. Aztán a Balcsinál vezették be először, nagyon jó, de most már a fővárosban is van.
bringás. Azok ott jól néznek ki. Római láttam őket a múltkor. Még talán fegyverük is van. És mit ellenőriztek? A lángost? Vagy a hegget? Szerintem lejöttek enni egy fagyit. Mountain bike-kal mennek, tudod, kis sisakba, kis rövid nadrágba, a csajok. Nagyon jól néznek és ki. Mi a fegyver ott? A pumpa. Figyelj, az amerikai rendőröknél az elemlámpa is ezt a szél szolgálja részben. Hát akkor miért lenne a mi bringás rendőreinknél a pumpa? Nekünk nem, azt hiszem volt bilincs fegyver, volt, minden cuccuk volt. Csak bringába mentek. Nekünk van olyan autópumpánk otthon, ami 15 kiló. Apám még újított a gazmávakból, vagy a fősfedből. Nem, nem kölcsönkért. Figyelj, kölcsönkért, csak aztán nem kérték vissza. Hát érted. Ha meg nem szólag, hát figyelj, ilyen felelőtlen a tulajdonosok, ha persze, hogy gazdát cserél. Hát. És hát azért az egy komoly szerkezet, tehát azt megsújítanánk. De ez benn van kocsiban hátul? Nem hordod magaddal. Nem lehet. A kompresszor nem lehet, már az egy utánfutó kell. Na mindegy. Jó van, és hogy bírod a bringázást? Nagyon, jó? Imádom. Ilyenkor is nagyon jó, de kérlek délelőtt, hát most már azért rövidülnek a szuknyák, lecsúsznak a blúzok. Bizony, lassan további veszélyforrás. Igen, egyébként nem szabad nézelődni, nem. Mert komoly baj lesz. Mosolyogsz az emberekre, visszamosolyogsz, nézd, milyen hülye, na mind, ilyenek. Nagyon nézd, hogy teker, nézd, hogy teker. Nagyon jó. Paff egy tábla. Nézd, hogy földödöttek. De tegnap is volt, jöttem az Andrásin, rákanyarodtam a Dózsa-Győrre, balra, és ott az Andrásin ugye keresztül kell kanyarodni, és följött három gyönyörű turista lány. De jöttek és nézték a mi hősök terénket. Én néztem még az fényképező, meg térkép volt náluk, hogy honnan tudtad, hogy turisták. Igen, meg idegenül beszéltek. Vagy odaszóltál nekik, és nem magyarul káromkodtak neked. Igen, azt mondja, hello baby, vietlek egy körre, és nem tudták, hogy mit mondok. Igen, térkép, nem magyarul beszél, és fényképezőgép, és ők fényképezték a mi hősök terünket, én néztem az ő dombjaikat, és ebben a pillanatban beakadt a jobb pedál a szegélybe, a bicikliút melletti kis szegélybe, úgyhogy Feri bácsát nem pereceltem el. Iszonyatos a taknyot? Nem, szerencsére nem, mert már éppen lassítottam, úgyhogy csak egy ilyen... Ezt hallottad, hogy az végighúzódik, két láb letesz, mondom, hello, ez Magyarország, gyertek! De jó volt. Annyian vannak a hősök terén, mindig látom, amikor arra megyek, az valami elképesztő. Mennyi turista van? Most újra hazánkban évek óta. Mm. Tele van. Este, beszéljük éjszaka, nappal. Szerintem. Volt idő, amikor ilyen nagy kihaltság volt, és senki nem jött. De most valami elképesztő mennyiség. Igen, most már olyan csinálják, hogy az Andrásin végig sétál, mert hogy annyira szép végig az egész. Hogy a belvárosból kijön, kisétálnak a hősök teréig, vagy tud jönni a kisföld alattival, de ez szerintem egy tök jó kirándulás. Végig műfű. Ez nagyon érdekes, hogy egyébként az András. Igen. Az mű? Hát szerintem az igen. Hol van műfű az András? Ott két oldalt, a sétáló részen. Igen? Igen. 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 Mű lenne? Az mű. Hát bizony, megnéztem. Ma megyek én is arra. Aha, nem értelmem a műfüvetben. Hát ez az. Szerintem nem kevésbé kopik, vagy ilyesmi, meg jobban mutat rajta a csík. Már jobban, mint hogyha világítana rajta. Hát ha még műfű van, mert egyébként tavaly a 100%, hogy az volt. Most nem voltam arra fele, azon a részen a közelmúltban, de szerintem továbbra is az lehet. Én is megdöbbentem rajta oda, mert hát nem néztem. Kell, mondom, hogy felismerem a füvet. Igen, nem kell. Illetve nem kell. Nem kell. Leszakítottad, megharaptad? Na, no, néztem, mondom. Belefeküdtél? Igen, mondom. Nem perektél, nem? Basszus, hát érted. Meg vannak szemetesek. Lehet, hogy nem csinálnak oda egyébként. De a szagot megőrzi ugyanúgy. Hát ők nem a fűre mennek, hogy szagmintára, meg persze. Meg nehezebb takarítani, szerintem, hogy fűről a kakit. Szerintem. Picit. Hát most megleptél. Hogy az mű. Meg mi? Csakkodnál le. Jó, ma belehempergek valahol. Nézd meg, az egész hát biztos, oda. Ja, ez is jó egyébként. Oda. Dobd oda a csíket és kakálj rá. Aha, de én kerékpározás közben sosem dohányzom. Figyelj, ha tedd nagyon feltűnő. Menj föl, szimatolj körbe, nézzük meg. Ha nagyon virít rajta a csík, aha, és nem tudod utána lemosni róla, aha, akkor az műfű. Jó, tehát dohányozz a kerékpározás közben, ennyi, és pöckeljem el a füvet. Ennyi. De és akkor ez hol van? Mondjuk a körön, meg a figyelj, a én ezt egészen konkrétan az Oktogon és a Vörösmarty utca közötti szakaszon láttam. Jobb kész felől, na még ennyit is. Arra, ő ott jövök el minden nap. Na tessék. Aha, jó. Oktogon, Vörösmarty között. Oda mész, zöld. Virít rajta a csík. Nem lehet lemosni róla a kakit, illetve nagyon füstösen, kátrányosan. Ég. Akkor az hát egy ügynyitóval kezdjem el gyújtogatni négy kézlába füvet. Jó. Kérsz ott fotót róla? Egy videót inkább, ha lehet. Há, jó. Full HD-t. Há, jó. Na, akkor ezt ma megnézem. Műfű. Feri, benne van a nevében. Gyalog átkelő hely. Érted? Igazad van. Igazad van. Mondtam is, érted? Hogy nem mentem. Gyalog átkelő hely. Így egy hallgató. Ezt mondta a szerv neki is. Aha. Gyalog átkelő hely.
Hát mondom, igazad is van, de hogy én rá sem mentem. Csabi azt írja, hogy nincs műfű, de az biztos, hogy az volt. Szerintem 100%. Biztos, hogy beállóztad. De voltál kicsit szintózva, oda mentél, 100%. Még csodálkoztam is rajta, mondom, hogy az, hogy gyertéglátokat tettek le. De nem hát tesznek mondom, műfűvet, Jani. Hát az műfű volt, így nekem műfű volt. De hát akkor ilyen alapon, akkor az egyes vonalára is műfűvet tennének, a Gödör régiére is műfűvet tennének. Műfű volt, higgyétek el. Az András tavaly még műfű volt, így van. És miért értelme a műfűvet tenni, ha egy év múlva teszel igazit? Akkor miért ugyan nem hagyod a műfűvet? Ugyanezek a kérdések merültek fel bennem is. Drinkeltél picit előtte? Vagy nem volt... Ittam egy bubis vizet, nem volt már nekem, az is elég. Nem lehet, hogy az, tudom, a tofu elkezdett kicsit erjedni, de hogy volt műfű, nincs? Nem raknak műfűvet. Műfű volt az. Oda mentél, megnézted. Fél rohadtul idegesített, hogy tele volt csíkekkel dobálva az egész. Oda mentem, megnéztem, nem szedtem össze, mert nem szedtem össze. Azért csíkeket már nem szedek, mert a ruházatomból esetleg félreértik a dolgot, és tüzet is adnak hozzá, de az műfű volt. Most már lehet, hogy nem az. De hogy volt műfű? Figyelj, lehet, most mondom, 40 négyzetméter tekertem össze belőle. Megpróbáltad ellopni? Ha nem tehetnek a város szívébe a turisták lába alá műfűvet. Írják nekünk a hallgatók, hogy sokan egyébként, hogy nem a biciklisok ellen szól, hanem az autósok védelmében ez az intézkedés. Igen, ezt én is Robi, elmondtam. Ezt telefonált és elmondta nekünk. Látod milyen megosztó témát hoztál be már reggel? Látod, milyen jó ezek vagy? Hogy bedobtál egy sztorit, és már égnek a vonalak, Anna haja égnek ám, mert nyugtatja a hallgatókat, akik autóval mennek és meg akarják ölni a bringásokat. A bringások, akik meg akarnak ölni engem. Mindenki téged. A kamionosok akarnak kamionosok téged megölni, ezt csak mondom. Műfűvesítik az Andrássy utat. Jaj, Jani, most irattál egy cikket, jó, hogy ez műfű volt. Hagyjál már. Persze, most lehozattál valami műfűvesztik. Persze, találtál. Rossz. Ugye? Próbálod ilyen cikkekkel érvelni azt, hogy most műfű van ott az Andrássy utat. Köszi, hogy gyorsan megírtátok azért, hogy kihúzzatok a kakizból. És van kép is hozzá, miről? Csináltál egy fotót is, hagyjál már a műfűvel, persze. Most mi van, most zavart a bringás sztorim? Érted? Jó, hogy ne haragudj fel, sztori érintőltékeny vagy? El akartam happolni előle a siker, most a siker édes gyümölcsét. Ezzel kellett tromfolni ezen a rohadt cikkel. Most már lehet, hogy nem az, mert ez 2012-es ez a cikk egyébként, de a tavaly még biztos, hogy az volt. Most már lehet, hogy lecserélték is még egyszer, ne haragudj fel. Esküszöm, hogy ma belehempergek valahol. Mondd, Anna. Mindenki a Feri ellen van. Nagyon jó. Nem mondott semmi rosszat a Feri. De nem pártolják, akikkel én beszéltem, vagy 10 hallgatóval most az elmúlt percekben. Idézzél, minden... kezdődött-e hát az... így, hogy az a köcsön. Nem, nagyon kultúráltak, nem, ezek a mi hallgatói nagyon aranyos. Gondolom autósok telefonáltak inkább. Nem, bicajosok is. Hát a 20 km/órával közelíti meg egy bringás, mondta az egyik hallgatón Gombi, hát a zebrát, és hát nem lehet, tehát késő vesz észre az autós, és például ő fehérvári, és mondja, hogy nem egyszer van ebből, nagyon komoly probléma a zebrán, hogy ő úgy hasít át, hogy nem annyival megy, mint egy gyalogos, hanem hopp, áthúz, és már a késő a fékezéshez. És ebből volt nagyon komoly probléma. Jó, azért a bringások tegyék a szívükre a kezüket, 10-ből 8 nem száll le a zebránál, gyerek. Nem, tehát, hogy biztos. Nem száll, amit én látok a városban, sokat meg, annyira nem szállnak le, most meg háborognak, hogy mi az autósok, mert ez miattunk, hogy mi megvédjük magunkat tőlük. Én leszállok, mert nem tudom letenni a lába. Jó. Praktikus okokból kénytelen. Azt is mondták, hogy ugye, hogyha autóval nem lehet keresztbe menni, akkor bringával miért lehet keresztbe menni? Ugyanúgy közlekedési ezt. Hát keresztbe, tehát a zebrán, ahogy áthaladsz egy úton keresztbe. De én fordulok kisíbe keresztbe a zebrán. De, az autós, de hogy autóval nem mondja, mehetsz hogy nem keresztbe. Mehet át a zebrán kocsival, így akkor van, én bringával akkor miért megyek, igen. Hát az is jármű. Na, mert ezek viszont nem, na jó, ezek viszont nem érvek, hogy akkor most ki a nagyobb, meg akkor most ki a de gyors és sebességgel megy. A gördeszka az jármű. Jó, akkor toljuk át mi is az autót a zebrán. Legyen ez a megoldás, hogyha a bringásoknak tolni kell, rohadjon meg minden autós, akkor toljuk át mi is. Hát keresztbe nem mehet. De mit csinálsz? Kiszállsz üresbe, teszed és átolod. Hát mire átolod a gyalogosokkal? Nem lehet, ez egy jó felvetés, ez nekem szimpatikus. Gyerekek, akkor futni se lehet a zebrán. De valaki? Az... Bocsánat. Nem. Az nem közlekedési eszköz, de a lábad. Nem a közlekedési eszközről van szó, hanem arról, hogy véded az autóst, hogy ne a hülye bringás ne ugrasson elé. Mennyivel fut egy amikor itt tényleg sprintbe mész, tempózol, azért 15-öt mész, nem? 15 kilométer. Micsoda, Jani, Edwin Moses, hallod? Óránként, kilométer per óra. Óránként, jó. Ha így nagyon megtekered, azért 15 kilométert le lehet futni egy óra alatt? Hát, akkor nagyon meg kell. Akkor mondjuk, érted? Tehát, hogy mondjuk például fut valaki ott akkor este? Akkor te már félig csoda vagy.
Én nem futok, nekem van kerékpárom és autóm, tudod. Ne akadjatok el a részleteknél, igen. Tehát, elkezd valaki futni, és akkor ő fut mondjuk a városban, és a zebrára így rá. Lassítson le. Aha. Akkor ne futkározzon a zebrára. Mit szaladgál? Még mit szaladgál? Én még elütöm, érted? Ő meg ott a hébe, oba szaladgál, én meg elütöm, és még nekem van belőle bajom. Mondjuk azért magam elé képzelem azt a szituációt, hogyha mindez megvalósulna, hogy ott leszállnak ott a kerékpárosok, ott tolják az autósuk az autójukat, a futók lelassítak. Tehát az egész ilyen realitása, nem? Úristen, hogy minden összejön egyetlen zebránál. Menj be a városba, és nézd meg, hány zebra van, és ott kitolja a bringáját. Nézd, és akkor meg, csodát fogsz látni. És akkor még a villogó lámpánál elindul még egy nénis járókerettel, tudod. A zebra lesz nem, a nyugalom szigete. Én azt hiszem, hogy ilyenkor a bringások százai már most írnak SMS-t, hogy Balázs, te szemétautós, és ez azért van, hogy téged megvédjen, majd fölül a bringájára, és egész nap le se száll a zebrán, tudod, de most megindul. Na most aztán az autósoknak lehet adni. Igen. Gyerekek, 10-ből 8 nem száll le. Tehát ez nincs realitása. Abszolút. Viszont a rendőrök kaszána. Igen. Ki a hülye, te? Igen. Arra nem, nem, hát be kell tartani akkor. Igen. Ha tudjuk. Lehet arra hivatkozni, hogy nem tudtad? Nyilván nem a törvény. De mi, nem tudtam megállni? Nem tudtad a jogszabályt. Tehát nyilván az a nem jogszabály mentesség. Nem ismerete, nem mentesség. Nem mentesség, bizonyám. Na jó, van, hírezzünk egy kicsit, jó? Lehet jelentkezni játékra, aki ezek után, hogy ilyen durván kiosztottuk a bringásokat és az autósokat, még szobál velünk, az írja nekünk SMS nyugodtan, ha szeretne velünk játszani, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. 9 perc múlva, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hogy állunk a játékkal? Vezetsz magaddal szemben? Hát igen. Bírja még, ugye 1-0 a múlt hét, ez meg 2-0. 2-0-ra mész, 5-0, 2-0. Figyelj. Menetelsz. Srácok, én szívesen átadom most már a stafétát, mert hosszú távonak tűnik a váltó, amit futunk ebben a témában. Na, mindjárt megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Zoli, hello, jó reggel! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, Zoli vagyok Pestről. Pestről hívtál minket, pont ezt akartam kérdezni. Igen. Munkában, otthon? Nem, otthon most készülődök a kislányjal, megyünk óvodába, aztán tekerünk be a munkába. Na, mit mond a pici, de helyes? Hát most éppen a félsülködés közben szakítottatok meg minket, úgyhogy most fogja haját, aztán próbálunk profit csinálni neki. Uh-huh. Nem egyszerű történet ez apukaként. Nem, igen. És ő már keményen diktál, ahogy hallom. Miért akarsz? Igen, hogy álljon? Elmúlt, mi legyen? Hát sikerült leredukálnom a cofok számát 2-re. Aha. Úgyhogy viszonylag könnyű dolgom van, de hát azért vannak furcsa ötletei. Na jó van. 14 évesnek. Kivel szeretné játszani, Zoli? Hát veled, Balázs. Megszakad a sorozat? Jani, küzd már! Jani kitett magáért az elmúlt időszakban. Nagyon ez igaz. Szépen, nagyon szépen. Ez igaz. Na jó van, Jani. 3, 2, 1, fire! Zoli, egy gyermek van csak? Csak egy gyermek van. Úgy tudom, hogy nálatok is csak egy gyermek van. Egy gyermek van, ezt kiválóan tudod. Szeretnétek testvért? Dolgozunk rajta. Igen, és megváltozunk. Ott a vége, igen, de és szép! Szép volt, Bali. Hát igen, szép játék volt. Akadozik a taps, gyerekek, üsd a pultot, majd elindul. Kicsit analóg a tapsunk. Most jó. És ott van. Hozzá se nyúlok. Megjavult. Összeértek a kábelek. Zoli, ez hamar ment. Itt vagy, Zoli? Na most várjál, hát attól, most vagy taps, vagy pedig hallgató. Megvan attól a telefon. Itt vagy, Zoli. Zoli. Halló, Zoli. Hm. Na azért ennyire ne legyél dulci. Na jó, tudom, hogy kikaptál, jól van, Zoli? Na. Közelebb. Biztos lesz még rá esély. Biztos majd játszunk egy-két év múlva, de most egy ideig biztos nem. Kibomlott az egyik cof? Gyerekek, Zoli eltűnt, jó? Ügyes volt, csak gyerekek, lányra figyelni, cofot kötni, fekete férigen nem élő adás. Nézegetni az órát, hogy elkés neki az ovidó. Odaérni, Zoli picit túlvállalta. És ilyenkor igény van reggel. Tehát bizony. Hajfonatot szeretne, 3 cofot szeretne, igen. Ízi szalagot szeretne, uh-huh. Úgyhogy Zoli egy hősapu, egy 2-re. Van, ahol zárják egyébként az óvodának az ajtaját, lemarad a gyerek a kalácsról, meg a kakaóról, nem érnek oda időbe, úgyhogy hát ez van. És milyen kegyetlen dolog, bezárják az ovi ajtaját 8-kor. Szóval így ismerek olyan óvodát, igen. Na jó, 3-0. Bizony. Gyerekek, megyünk. Nagyon megyünk. Hasítunk.
A hét a zsebünkben van. Lehet a múlt hét is, és ez is. Múlt hét, és ez a hét. Picit újra arcoskodhatunk. Egy picit, igen. Nem nagyon, de finoman. Most átvettük a vezetés összesítésben szerintem. Szólok is a Viktornak, hogy hagyja azt az új szignált. Minek? Ha újra visszaültünk a lóra. Igen. Megszakadt, Zoli írt közben nekünk SMS-t. Jó, Zoli, ügyes voltál tényleg, de hát neked most más dolgod van. Mi is tartunk egy pici szünetet, hiszen ez alatt a 3,5 perc alatt rengeteg minden dolog történt a nagyvilágban, úgyhogy újra meghallgatjuk a híreket, a hírek után pedig jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt 9 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Feri! Hello! Mit néztél az időjárás? De figyelj, próbáljuk már megoldani valahogy, beszéljünk a fölöttünk dolgozókkal, hogy legalább ezt a részt csináltassuk már meg elhúzható tetőre. Nem? Hogy ezt a két szintet, ami fölöttünk van, valahogy toljuk el mindig ilyen időben, jobbra vagy balra, mert kint olyan gyönyörű... Na, ottan könten olyan szép idő van, hogy ez valami elképesztő. Gyönyörű nyár van kint. Itt meg bent gyönyörű neonfény. Az se rossz. Nem, határozottan. Csak kívánja a testem a D-vitamintot. Az milyen lehet, hogy elmenne a tető, és fölöttünk irodák lennének, és arrébb menne az iroda, tudod? Sok szoknyás nővel. Igen. És hello, üvegtető. Vagy üvegtető lenne, és hogy fölöttünk átmennének, és besütne a nap. Nem? Az lenne a meg lehetne csinálni azért ezt egészen modernre. Van aranka odafönn? Tudsz valami? Aranka mindenhol. Az is igaz. Igen. Nincs olyan irodázal, ne lenne egy aranka. És egyébként pedig utána már sütne a nap, akkor a stúdió alja is szétmenne, és ott pedig feszített tükrűmedence lenne. Nyilván. Hát az igen, nem. A fűtők néznének föl, hogy hey, Janikám! Jaj, gyerekek! Hát én nem tudom, mi van velem. Megint olyan beteg álmom volt. Nem mondd már. Vár, várom. Én tudom, hogy miről fogok álmodni. A Zabaházi Csabáról, aki spandex gatyában futott most éppen valahol kint keresztül környékén, és ez megírt az egyik hallgatom. Spandex gatyában, a Csabi. Azt de nem csodálom. Biztos durvába támadok. Én mindig durvákat álmodok. Nagyon durvát álmodtam. Illetve nem volt durva, rövid volt és meghökkentő. És azóta ezen gondolkozom, hogy vajon más embereknek is vannak ennyire beteg álmai. Mert hogy ti nem vagytok ebben társak velem, és nem szoktatok sem mesélni az álmaitokról, nem is álmodtok beteget, dögunalmasan lefekszetek, alszotok, felkeltek. Tehát, hogy ilyen... Az kicskorú az a baj, hogy értékelnének, és elvinnének. Igen, hát egy-két álmodat el lehetne mondani, az igen. Arról szólt a dolog, hogy részt vettem egy kiadói találkozón, ahol átadták az én már elkészült könyvemet. De ez az új. Ez az új. Aha. Ez az új. Ami most elkezdtem dolgozni, még bőven nincs kész, csak foglalkoztat a dolog, és ezzel álmodtam. És összegyűlt a kiadó minden munkatársa, hogy megnézze az én első reakciómat, hogy mit szólok az első kinyomtatott könyvhöz. De jó. És ott állt, nem tudom miért, 100 ember. Conchita Wurst volt? Nem volt senki. 100 teljesen ismeretlen ember. Egy színpadon volt, asztalok voltak, vizes pohár, műanyag pohár, pálmafak, tök tisztán emlékszem minden, és a színpad előtt állt 100 ember, mint kiderült, ők a kiadó dolgozói. Aha. És én még nem láttam, hogy milyen lett az új könyvnek a borítója. Behívtak engem, mint valami vendéget. Igen? Fölmentem a színpadra, felkonferáltak. Ki konferált be? Mondjuk egy bohót. Egy Pulitzer emléki díjas. nem, nincs jelentősége, teljesen ismeretlen volt. És 100 ember visszafolytott lélegzettel várt, hogy én mit szólok hozzá, amikor kézbe veszem a könyvemet. Odaléptem, megfogtam, átvettem, és ránéztem. Nem, ránéztem. És a következő volt a borító. Na most már tényleg várom, eddig azért nem feszültem be, hogy mennyire durva. Nem, az a durva, hogy nem hogy durva. Hogy ez még így önmagában meg is történhetett volna eddig is. De 100 ember miért áll bent valahol egy teremben? Egy olyan ember adta át a könyvet, aki ilyen mézga család volt, ilyen mézga haja volt így oldalra fésű. Kopaszhaj. Megfogtam a könyvet, ránéztem, és emlékszem tisztán, hogy mindenki várta, hogy mondjam el, hogy milyen. És nem hiszitek el, ki volt a könyv borítóján? Berényi Miklós.
Berényi Miklós feketében, afroamerikai kiadásban, Berényi Miklós fehér, rövid, ilyen tüsi hajjal. Tüsi, ősz, fekete hajjal. És így várták, na! Színes bő, de várj, színes bőrű volt. Igen. Te durva. Fekete Berényi Miklós. De hogy a kártelnek csak a fele volt rajta. Tehát szőke Zoltán, mint színész, nézett rám, és olyan volt, mint Eddie Murphynek a haja, amikor az Amerikában jöttünk című filmet forgatták, kicsi, és a végére ugye megőszülő, ott sok szerepet játszik, vagy amikor milyen nagy kövér, tudod, és ő játsz a zseb nagyapján. És olyan volt a Ferinek a haja, olyan volt a hajszíne, mint a Ferinek az őszebb haja. Én rövid. És át, amit néztem, és ő nézett így vissza a könyvről. És várták, hogy na, mit mondok, hogy tetszik, hogy ez lett a borító. És nem tudom, nincs folytatás. Fölébredtem. Pedig most már visszaaludni. Kemény. Figyelj, megdöbbentő volt. Írsz-e az új könyvedben, Berényi? Nem, egy semmi, sem, meg ez nem is könyvformát, ez 10 év mire ez elkészül is, mert a saját munkatempómon, tehát hogy egy hónapúval lenne megjelenés. Na, hát egyébként. Jaj. Igen. Találtam egy képet, de nem teljesen így nézett ki, mert hogy rövid haja volt. Aha. És ő volt a borítón. Fölébredtem, és arra gondoltam, hogy most viszont visszaaludnék. Nem, mert most megnézném, hogy milyen folytatás. Most viszont rácsörgök a kiadóra, hogy milyen képet küldtem át. És arra még emlékszem, hogy 100 ember várta, hogy én mit szólok ahhoz, hogy hogy sikerült. Átadták, és tudod, hogy néztek. És elvettem, most jöttem. Megnéztem, és ott megtörtént a pillantás, és utána fölébredtem. Én biztos vagyok benne, hogy nem csináltál volna botrányt. Miért álmodok ilyeneket? Hanem nagyon profi módra kezelted volna az egészet, és azt mondtad volna, hogy és ennek a kérdésnek a válaszát is megtudhatják a könyvből. Igen, hogy ez itt mi? Szóval, hogy el, és nem ettem sokat, nem csináltam semmit, nem néztem béke, semmit. Uh-huh. Hogy fekete pákóval beszéltek? Semmi köze nem. Hogy jön ez ki az én agytekervényem? Miért álmodok ilyen betegeket állandóan? Azt tudjuk. Miért nem tudok csak lefeküdni és egyszerűen fölkelni reggel? Miért kell nekem ilyen beteg dolgokat álmodnom? Fogalma sincs egyébként, hogy ezeknek például mi lehet, hogy ez honnan jön elő az agyadban? Alapjuk, hogy állnak össze a dolgok. Én például, hogy szexelhetek egy hímoroszlánnal? Mert hogy nekem például volt hát, egy ilyen, ebből a szexet megértem. Várjál. Mert hogy a dolognak az a, hogy is mondjam csak, az a bizarabb része, hogy ha ennél lehet bizarabb, nem, hogy a farkával, aminek a végén nem volt bojt. Csak a farkán volt egy luk. Gyakorlatilag egy cső volt. Hát farka, ezt azért Freud meg tudná magyarázni. És megálltam. De hát, hogy értitek, hogy miért történik mindez velem? Na de, miért ébredek én zavarra? Miért nézek körbe a sötétben? miért szólogatom a családot, hogy hát, ha esetleg ébren vannak, és hallották, hogy mondjuk félálomban kommentálom ezt az egészet. Leo, jaj, te ász vagy, Istenem, a zebra hozzád képest a murkol. Értitek? Tehát, hogy ezek miért történnek, nem ezek tudom. A dolgok? Én nem tudom, engem már fárasztanak a saját álmaim. Uh-huh. De ennek van egy eredete, cseréljünk, mert ha napközben sokat gondolsz valamire, akkor ugye azt beleálmodod. Tehát, hogy te sokat gondolsz a szexre napközben, azért azt tudjuk. Akkor ugye, és tehát, sokat hallom nyilatkozni a hangát. Igen, aha. És akkor a kettőt összeteszed. Aha. Szereted az állatokat. Cseréljünk álmokat. Nem lehet, hogy egyszer megbeszéljük? Akarod miért egyszer csinálni egy oroszlánnal? Nem, én csak én még nem voltam egyébként sajtótájékoztatón egy könnyű megjelenés kapcsán, én elmennék. De úgyis, hogy a Berényi van a címlapon? Fekete kiadásban? Hm? Azért van egyébként, mert ugye a könyv gondolata már foglalkoztat téged, de nem vagy benne biztos, hogy a második könyved is olyan sikeres lesz, mint az és első. És ezért Berényi Miklós. És azt gondolod, hogy egy sikeres vállalkozóval el lehet adni a könyvet. Igen. És tényleg nem szívok lefekvés előtt. Semmi. De délután? Délután egy sodrok egyet, de semmi. Semmit nem csinálok. Nincsenek tudatmódosítószerek. Megvan az érzés, hogy már úgy fekszel, hogy kicsit félsz attól, hogy mit fogsz álmodni? Tehát amikor eszedbe jut elalvás előtt, hogy na vajon ma mi lesz? Na vajon ma mi történik? És a következő pillanatban már benne vagy a nagyon szürreális, nagyon elvont, de hihetetlenül ilyen részlet gazdag álmodban. Én egy picit félek tőle most, hogy megint a szavannán ébred. Messzelenül. És az elefánt lesz. Figyelj, nem, én még egyszer nem akarok találkozni a kis Szimbával. De azt legalább meg lehet magyarázni. De hogy? Hát most az oroszlán az egy képzett társítás. Hát az egy biztos egy nagy sörény nő, vagy egy nagy darab nagy nő. Vagy egy vörös hajú nő. Vagy legalább lány oroszlán. Igen, mondjuk az oroszlán az elég érdekes.
Így van, nagysörényi nő, jó, oké, Lita Ford, annak idején a 80-as, vagy Bíróica, Metal Lady, tehát, hogy így, nincs olyan, értem. Nincs olyan kutatás, hogy valami aminósav hiányzik a szervezetedből, vagy bármi, és akkor azért álmodik. Ja, tényleg. Hogy van az, hogy valaki, mindenki álmodik állítólag, tehát van, aki emlékszik rá, és szörnyenbeteg dolgokat álmodik, van, aki egyáltalán nem emlékszik, pedig állítólag ő is álmodik. Aha. Én soha egyszer az életemben nem keltem talán úgy, soha életemben. Hogy emlékeztél? Egy volt, de az valami 20 éves koromban, az a repülős álom, ami szerintem mindenkinek megvan, ugye a széttárt kéz, és akkor mész a levegőbe, talán az volt az utolsó, ez 24 éve. Nem mondd már! Soha nem emlékszem. Én mindig úgy ébredek, hogy emlékszem minden egyes mozdanatára. Hát jó, mondjuk egy ilyen oroszlány húzásra, azt is emlékeznék. De most komolyan, én mindenre emlékszem. És te tudod az álmodban, hogy álmodsz? Van, amikor igen. Akkor, amikor ilyen szörnyű rémálmaim vannak, akkor mindig tudom. És akkor fel is tudom ébreszteni magam. Tehát, hogy akkor valahogy az agyam is úgy működik, hogy felébredek az éjszaka közepén. Én minden álmomban tudom, hogy az álmomban vagyok. Tehát tudom, hogy álmodom. Aha. És amikor közelebb húzod a plusz oroszlán magad. Tehát tudok róla, hogy álomban vagyok. Itt olyat is megtudtam régen, hogy fölébredtem, ami nagyon jó volt, és visszaaludtam, és tudtam folytatni. Tehát én tudok róla, hogy ott az álmomban létezem. Tudom irányítani is sokszor. De zavar? Tessék? Zavar? Ez a tegnapi miért állam, zavar? Nem tudom. Tengerpart meg az a sok csaj. Nem tudom, csak nem tudom. Miért zavar? Megverényi Miki. Nem tudom megmagyarázni. A Miki jön a koktélokkal. Igen, egy fűszoknyában. Soha nem emlékszel semmire. Semmire, képzeld el. Semmire. Egyszerűen törli az agyam. Szerintem annyira beteg, hogy... Hát vagy az is lehet egyébként, hogy elásod a tudatod legmélyére ezeket a brutális álmokat. De miért nem akarom kiszabadítani az álmaimat? Miért nem jó? Vesz túl veszélyes lennék önmagamra is, rátok is? Hát én egyébként lehet. Állítólag egy álom egyébként, hogy 6-7 másodpercig tart. Ez a sztori, amit elmesélted. Hát az agyad sokkal lassabban pörög, igen, és hogy nagyon gyorsan telnek közön a másodpercek, csak te lassúnak éled meg, de hogy egy álom az nem több, mint 8-10 másodperc. Hát az álomkutatók mondják. Hogy az egész színpadot te feldíszítve láttad, igen. Emlékszel a csávóra, az elfésült nem több a 100 emberrel, igen. És megnézted a könyvet, ez 7 igen. másodperc. Tehát az agyműködésed lelassul, olyan hullámokat bocsát ki, de önmagában az a rendes időben, tehát ami megnézed, az most elkezd számodni, és pár másodperc vannak vége. Mert Janinak tehát, a szex az oroszlánnal, azt megértem, hát abból elég 6 másodperc. Érted, most az igazából, amiről én rendszeresen szoktam álmodni, az ébren sem tart sokkal hosszabb ideig. Ugye? 6-7 másodperc, érted? De az olyan. De, igen. Na, viszont az oroszlán beszélni tudnám. Igyak meg egy pohár vörösbort. Most segít? És most akkor, de nem, az a baj, akkor dülöngélve fogsz fölmenni a színpadra. Az a baj, akkor igen. Az a baj, hogy akkor... Igen. Ugye tényleg, és részegen. Részegen mennél fel a színpadra. Mm. Mi lenne, hogyha például ugyanezt az álmot álmodnád újra és újra? De mindig. De minden mindig, este. Minden este. Minden este ezt álmodom, hogy fölmegyek a színpadra, és Berényi Miki néz velem szemben. Azzal a különbséggel, hogy minden egyes alkalommal, amikor felkonferálnak téged, akkor azt mondanák, hogy és a javított kiadást bemutatja maga a szerző, Sebestyén Balázs! Fölvész, és a javított kiadás mindig kivétel nélkül. És a végén már iszonyatosan ideges lenne, már szakadna rólad a víz, már nem mernél ránézni a címlapra, és én mindig csak így megfordítod, kicsit elnéznél jobbra, és balra felmutatnád a könyvet a nézőknek, és a nézők még mindig így, igen. Tehát ez ugyanaz. Még mindig a feka Berényi van rajta. Ez még mindig teljesen ugyanaz. Én olvastam egyszer egy könyvet, az a cím, hogy Tudatos Álmodás. Olyan jó dolgokat tanultam meg benne, be tudtam programozni saját magam még lefekvés előtt, hogy miről akarok álmodni, és az is tudott működni. Lehet, hogy kiintottam valami olyan szelencét ebben az álom agyrészben, amit nem szabadott volna, és az agyad egyik titkos kis ládácskáját kintottad, és kiszabadultak az álmok, és nem tudom visszazárni. Te vágysz a feka Berényi Miki. Így van. Te valójában túlzás, hogy vágyom rá, nem vágyom rá. Dehogy nem. Egyszer szeretném megérteni az álmaim eredetét. Ez mitől van? Olyat eszem, olyat iszom, vitamin hiányom van. Nem, túl sokat nem eszem, mert 6 után én már nem nagyon kajálok, azért nem vagyok dagi, meg nem csinálok. Szerintem... nagy esti hűtő elé betérdelések egyáltalán nincsenek. Banánt ettél este? Banánt ettem. Na! Finom rasszista poén, banánt tettél? Aha. Ne, ezt nem értem. Nem ezt akarom én nem érteni. Értem. Ha nekem banánt dobnak, meghámozom, megeszem. Nem mondtam, hogy dobsz. Finom, azért egy finom rasszista poén, így reggel nyer, egy 8 körül mindig bocsán, jól jön Feri. Te terelted arra. Hiszen a feketék majmok és banánt. Nem, na most, ez, te vagy a rasszista. Te vagy ilyen, nem. Vagy nincs ezzel baj. Végre fölvállod, mindig csak itt két megszólás között szoktál egyébként. Komolyan bántod itt a fekákat hírek alatt, hogy megint egy
figyeljtok, ennyire szemetek van. Végre felvállaltad adásba, hogy nem bírod a fegákat, és banán dobnál nekik. Hát nincs ezzel baj. Jó van. Nem, banán, de banánt egyébként ettem, uh-huh. ha már kérdezed. Az, mert az déli növény, mondva, akkor folytatom. Igen. Nem majmok, érted? Csak igen. hogy ez Afrika délen van, meleg van, sok a színes bőr. Emlékszel, amikor az Ölni kell című filmben, és a Kevin Spacey-nek drukkol, hogy el tudják ítélni azt a csáv. Ne, figyelj, én szerintem itt arról lehet szó alapvetően, hogy neked vannak vágyálmaid, amiket nem mersz így ébren megélni. Nézzük azokat a pontokat, amik szimpatikusak lehetnek számodra, vagy irigylésre méltók egy fekete bőrű Berényi Miklós életében. Mert hogy az de a könyv mi? Arról szólna, hogy tessék, ez az lehet. Igazi Sebestyén Balázs. Igen, szeretnék ilyen lenni. Szeretnék lenni, aha. ezért ő van a címlapon. Mi benne a szimpatikus? A fekete Berényi Miklós. Hát így van. A rövid őszes, ilyen kis fehér behavazott igen. hajacskájával? Őszintén szóval én még nem láttalak, és nehezen tudnálok elképzelni, mondjuk egy ilyen bőszáró, vagy egy ilyen hatalmas, nagy, hátrafelé fordított farmer nadrágban, a nyakadban, egy Volkswagen emblémával, egy irgalmatlan kétkazett hallgatok, és ugrálok. Így van. És vagy amikor, hogy hívják, tudom én, zsákolsz, vagy ilyesmi, vagy játszol itt a Utah Jazzben, vagy ilyesmi, erőcsatárposzton. Hogy mi az meg? Tehát, hogy nem tudlak elképzelni feketét. Egyébként ezt meg lehetne csinálni, egy Photoshop-ol összepattintatunk nagyon gyorsan egy ilyen képet. De vajon Berényi Miklósban mi a szimpatikus nem számodra? Nem tudom. Nincsen semmi szimpatikus. A könyörtelen vállalkozó? De ez az, hogy nincs benne semmi szimpatikus. Olyat is meg tudtam régen csinálni egyébként, amikor a tudatos álmodást gyakoroltam. Hogy lementél hídba. És ugyanúgy. Azt mondom, álmodom, most csinálok egy hidat. Hogy elhatároztad lefekvés előtt, igen, hogy kivel akarsz álmodni. Kivel? Bárki, élő, halott, külföldi, uh-huh, magyar. Mondjuk én ezen gondolkodom. Nem. Megtanítja neked a könyv. Elkezdesz álmodni, és én ezeket gyakoroltam. Elkezdesz álmodni, és egyszer csak eszedbe jut az álmodban, hogy te mit tanultál a könyvből. Uh-huh. És összekapcsolod a jelent az álmoddal. És rájössz, hogy te tanultad ezt, és az álmodba jut eszedbe, hogy mit tanultál a könyvből, és le van írva, hogy hogy kell az álmodban felhívni saját magadra a figyelmet, hogy te gyere rá arra, hogy mit tanultál a könyvből. És oda tudod vizionálni azt az embert, akivel te meg tudod jeleníteni az álmodban. Ez nagyon durva. És működik. És olyankor tehát te lefekszel, csinálsz bizonyos gyakorlatokat, lefekszel, elkezdesz, és azt mondod, hogy te akkor szeretnél egy leguánnal álmodni, vagy nem, egy tarajos gőtével, vagy lovagolni egy csikóhalon. Lovagolnál egy csikóhalon. Vagy szeretnél valakit megjeleníteni álmodban, tehát neked nagy vágyálmod, hogy találkozzál Stevie Wonderrel. És együtt énekeljetek. És együtt zongorázz, ének. Csinálsz bizonyos gyakorlatokat elalvás előtt, elkezdesz álmodni, eszedbe jut, hogy mit tanultál, eszedbe jut, hogy te most az álmodban vagy, aha. és megjelent ez Stevie Wonder, és működik. Csak az a lényeg, igen, hogy egy végtelenített, meg tudod csinálni. Végtelenített CD-n tedd be az I just want to say I love you. Nem értitek ennek a mély, hogy milyen univerzum az álmodás. Nem olyan nincs volt? Ez meg nektek, hogy egy ilyen gondtalan időszak 8 óra alvásban, milyen mélységek vannak, gondolod, hogy tudod irányítani az álmodat. És lehet, hogy én itt rontottam, mert valamit rosszul irányítom. Olyan volt, hogy mondjuk felkészültél ugye a Tudatos Álmodás című könyvből, igen. arra, hogy tudatosan fogsz álmodni. Tudatosan megálmodtál egy álmod, és abban az álmodban elfelejtettél valamit, amit elolvastál a Tudatosan Álmodni könyvből. Kerested a könyvet, de nem találtad, ezért oda mentél a Vikihez, aki viszont aludt, de nem tudtad felébreszteni, és ezért azt gondoltad, hogy majd az ő álmában összekapcsolódtok egymással, és megkérdezett tőle, hogy a Tudatos Álmodás című könyvet hova tettél, mert nem mindenre emlékszel abból. Van, ilyen is van. Ilyen is és van. Amikor már olyan rétegek, olyan mélységekbe kerültél le, hogy jó. az álmodban álmodva álmodtad azt, hogy az álmodásodat szeretnéd tudatossá tenni a Tudatosan Álmodni című könyvvel, amit valahova eltett az éppen álmodó Viki. Körülbelül fél évet szenteltem, amit te mondasz. Páros uh-huh. gyakorlatok is vannak benne. Én addig sétáltam a gyerekkel, bicikliztünk, fagyiztunk, megnéztem egy csomó jó filmet. A páros gyakorlat a következőről szól. Érdekes. Uh-huh. Csináltok együtt gyakorlatokat elalvás előtt. Én szoktam ezt. Tessék? A közös gyakorlatok náluk vannak? De most már más típusú. Más típusú. Más típusú. Vizualizáltok dolgokat, megbeszélitek, hogy miről akartok álmodni. Mind a ketten elalszotok, és kivitelezhető az, hogy tudtok találkozni, és egy azon dolgot tudtok álmodni.
És ennek ilyen mélységei is vannak a tudatos álmodásnak. Tehát meg tudjátok csinálni, hogy közösen vizualizáltok egy álmot, elképzelitek, megbeszélitek, kidolgozzátok a részleteket. Aha. Ezt csinálta egyébként, ugye a DiCaprio-nak van egy hasonló filmje. Az Eredet. Ja, az Eredet, ugye ott is az álmokról szól, és ott álomkutatókkal dolgoztak, és azért egy csomó tetet innen vettek, mert az álomkutatók elmondták, hogy van egy úgynevezett kollektív, közös álmodás is, amikor ketten megbeszélitek, hogy mit álmodtok. Tehát lehet ilyet is csinálni. Átjössz hozzám, lefekszel mellém, Feri. Nem akarok mellét feküdni. Csinálunk egy gyakorlatot, én tudom, mi a gyakorlat. Aha. Csinálunk egy gyakorlatot, és megnézzük, hogy működik-e. De és meg tud, gondold el, hogy ott lenni, és reggel fő, te is ezt álmodtad, és egyet álmodtok ketten. És ez működött? 20 Tessék, soha. Ez soha nem egy teszed. 20 kilométert muszáj ott feküdnöm melletted? Azért kell ott feküdni, mert amikor vizualizálsz, akkor neked beszélned kell. Neked hogy néz ki a pad? Nekem piros. Mit látsz a padon? Látok egy fehér galambot. Mi legyen még az álmodban? Legyen mellettük egy pálmafa. Azt megbeszélitek elalvás előtt, majd elalszotok, és a cél az, hogy ketten eljussatok ugyanarra a padra, amin ül egy fehér galamb. Érted, mennyire durva? De nem jött össze. Soha. Tehát nem volt olyan, mint, hogy éreztétek egy picit túlterheltek vagytok, és Vikivel megbeszéltetek, hogy elmentek álmotokban szabadságra. De nem találkoztatok, ha felébredtetek, azt mondtad, kérdeztetek, hogy Viki, hol voltál? Eger Szalókon, Sárvárt beszéltünk meg. Ott álltam a hetesen az osztja Penkónál. A rohadt bőröngyeidát. Három órát vártanak az osztja Penkónál, te pedig Sárváron héderettél a termálvízbe. Tehát érdemes ezzel foglalkozni. Ez jó. És ezeket tanulmányozni. De mondjuk egy ilyen közös álmodás, ezt elmondom, ez kb. 8 hónap. Oh. Tehát ez nem úgy van, hogy megfogjuk egymás kezét egy kitelepüléssel, lefekszünk, elalszunk egy kis... Ja, hogy ilyen sok. egy kis matracon, tehát hogy ezeket el tudod kezdeni gyakorolni. Mondom, én nagyon egészen sokáig jutottam. Amíg ott lakom nálatok ezzel 8 hónap alatt, addig főzzek. De tényleg, ugye? Nem? Hát a 8 hónap. Igen. A Vikinek volt olyan, hogy álmodta valakivel ugyanazt, elmondatta a részleteket, és ugyanazt mondta el, mint amit a Viki álmodott. De ők nem beszéltek össze. Nem beszéltek meg, tehát vannak közös álmok. Honnan tudod, hogy most egy ausztrál rádióműsorban nem beszél erről egy ausztrál, hogy a Fekete Berényi Miklóssal álmodott? Vagy elkapott egy elefántot? Vagy mit kaptál el? Oroszlán. Te tudjuk azt, hogy egyébként ez csak te álmodod? Vagy egyébként még valahol Franciaországban most 42-en ugyanezt álmodták? Hívd fel a franciákat, ja. Aha, hogy lehet. De lehet, hogy ők nem egy oroszáról beszélnek, hanem mondjuk egy kacsacsőrű emberről, nem? Vévi Veronikáról példa. Na, mindegy. Jó, azért jöttek SMS-ek tényleg. Aki beteg dolgokat álmodik, írja meg, hogy mi volt a legdurvább. Ti is jó? Kezeltessétek magatok. Ez egy mélységesen mély univerzum, amit ti nem értetek, mert lefeküztök, és átadjátok a testeteket 8 óra, ilyen... Jó, akkor 6 óra lustálkodásnak. Holott az egy Mariannárok. Aha. Mi, akik pihenten ébredünk reggel. Ugye? Ez igaz, hogy én viszont ülök az ágyszélén, nem megyünk. Mi volt ez? De most akkor Sevestyén Berényi az Igazság című könyv, mikor jelenik az meg? Álom, igen, és a társzerződ. Az álom és ami odát van. A sajtótájékoztató műsorvezetője Berényi Miklós. És Szőke vagy Berényi? Én csak a kép volt rajta, nem volt aláírás. Tehát nem megismertem a Szőkét, de tudtam, hogy ő a Berényi. Tehát nem volt, nem. Tehát én a Berényiként azonosítottam. Na mindegy. Nagy dimenzió ez, csak az a baj, hogy sekélyesek vagytok ez. Aha. Hát, ne haragudj, tényleg. Tehát az a baj, hogy veletek ilyen mélységekről beszélgetni egyszerűen lehetetlen. Na mindegy. Jól van, írjatok SMS-t, jó? Nézzük meg hallgatóink közül, kik azok, akik hasonszőrűek. Így van. Aha. Akik nem csak lustálkodásként tekintenek az alvásra, hanem jól használják ki az időt, és beteg dolgokat álmodnak. Ki az, aki például álmodott egy olyan sajtótájékoztatón, amin az ő könyvét mutatták be, amelyek az elején a kínai tihanyító Csaba volt. Vagy ki volt ott ezen a sajtótájékoztatón? Tényleg. Mi van, ha egy hallgató ott állt az első sorban, és azt mondja, hogy Balázs, én azt álmodtam, hogy ott állok, és te fölmutattad a könyvet, és Berényi volt az elején. De ezt már megírta volna reggel. Érted? És írja meg nekünk az Ulpius háznak az ügyvezetője, hogy ők mit szóltak ehhez, hogy már rohadt nyomda megint elnyomta a borítót. És legyártattak belőle előre 50 000-et, mert mindenki tudta, hogy el fog fogyni annyi. Tudjuk, hogy most nincs egy olyan Juventus hallgató, aki nem minket hallgat, de ha minket hallgatna, már írná SMS-t, hogy ott álltam az első sorban, és ez volt az álmom, hogy följöttél a színpadra, és kimutattál egy Berényi könyvet. Nem tudjuk. Ezt nem tudjuk, azt tudjuk, hogy beteg vagy. Mi van akkor, ha mindenki minden álom szereplője?
Tehát én azt álmodom, hogy ott voltam egy fura sajtótájékoztatón, de egy másik országban álmodom, és nem tudom, hogy ki volt az a csávó, aki főjött a színpadra, és az egész világ álmodik, és mindenki szerepel, mindenki álmodik. Érted ezt, amit mondom? Igen. Azt mondjuk, az egész érted világot ezt? Nem lehet csekkolni, de szerintem megkérdezhetjük azt a 200 Juventus hallgatót. Mondok valamit. Te ott voltál az oroszlánnal, és elkaptad a farkát. Igen. Aha. Mi van, ha valaki valahol Tahitin azt álmodta, hogy egy állatkertben járt, és látott egy kicsi manószerű embert, igen, kopaszon, beszökni. Iszonyatos a szuszogva, merítékező honlá, törölgetve, tolva hátulról leót. Ott ül. És közben egy másik csávó pedig egy könyvvel a kezében állt, és ő neki csak egy állatkerti sétájött, és ő reggel valahol Tahitin egy bungalóban, és miért álmodtam ilyen beteget, hogy egy vadidegen pali egy oroszlánnal volt együtt. Figyelj. És ő a te álmod szereplője volt. Érted ezt? Én csak abban bízom, hogy túl hosszú volt az a farok ahhoz, hogy ne érj ilyen át a másik oldalra, egyetlen kis, gyors, erős kis magom se. Mert félek, hogy abból lett valami nagy áttorzés, nagyon furcsa. Na mindegy. Jól van. Írjatok, drága hallgatók, jó? Kinek mi volt a legbetegebb? Amire emlékszik, tényleg, ha kacsacsőrű emlőssel hált, miközben az anyósa egy griffmadáron repült be az ablakon, hogy vigasztaláljak ebben, jó? Hogy nem hogy csak egyedül vagyok. Hogy tobzoska térdelt előtte és kényeztette szájjal, azt is igen, és meg. Ha van bármi más az univerzumotokban, ami a szexen kívül van, igen. Azt is írjátok akkor meg. Lepjetek meg. Akkor lepjetek meg, Janit, hogy van más is ezen kívül. Jó, SMS számunk változatlan, jövünk az SMS-ekkel és a játékkal a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, sziasztok! Jó reggelt, itt vagyunk. Drága hallgatók, és az álmokról beszélgetünk, mert hogy mindenkinek van, és hát most megnyugodtam, mert hogy írnak nekünk a hallgatóink, és hát nem csak Janival ketten vagyunk, akik hála azért Isten, oroszlánokat hát kapnak el a cseppén, és fura dolgokat álmodnak. Hihetetlen, hogy ki mit álmodik. Nagy a csapat, hál' Istennek. Igen. Amikor leszoktam a cigiről, dohányzásról, akkor kezdtem el rémeket álmodni, írja egy hallgatónk Zsé. Volt sokszor már, hogy előre féltem elaludni, hiába gondoltam pálmafára, napfényre, a rémálmaim jöttek éjjel elő. A legviccesebb az volt, amikor egy 2 méter magas eper üldözött, és meg akart ölni. Ne aggódjatok, vannak másoknak is beteg álmai. Havasi Balázs koncert közben egy hatalmas rózsaszín gumikacsa szívta el az emberek gonoszságát. De ez most az álom, vagy ez megtörtént a koncerten? Szerintem ez megtörtént. Ez valószínűleg álom? Mert ha viszont ez igazi, az nagyon jó. Én óriási pókokkal álmodtam, amik vízből jöttek ki, és gépfegyverrel kellett őket szétlőnöm. Amúgy szinte minden álmomra emlékszem. Írja nekünk Meli. Holnap is várlak, Jani. Puszi, Leo. Megyek kincsem, megyek. Általános iskolás voltam, amikor elhasaltam matekból, így a Rita. Tanultam sokat, és már álmomban is matekoztam. Azt álmodtam, hogy a számok másznak a hátamon. És anyámék az ablakból szedtek le, mert majdnem kiugrottam rajta félelmemben, írja Rita. De jó, megnyugszom egy kicsit mindig. Egyébként szerintem ezek a legijesztőbb álmok, amikor ugye megmagyarázhatatlan, tehát mit tudod, zombit tudod valahova tenni, mit tudom én, a szomszédot tudod hova tenni, amikor értelmezhetetlen, illetve persze értelmezhető, hiszen fél a számtantól, a számok üldöznek. Üldöznek a számok. Úristen. Álmomban az általános iskola menzán voltam, ebéd krumpli leves. Ez fontos, krumpli leves. A menzás Stallone volt. Leült mellém kajálni, és beszélgettünk. Aha. Írja, helyzemben. Sokszor menekülök a predátorok elől, vagy kígyók marnak meg egymás után, írja Zsé. Jó, azért itt vannak erősen jó, de az film, szorongó emberek, akiknek este jönnek elő az elfojtások. De ezt meg lehet magyarázni a predátort, hogy valamikor láttad a filmet, és annyira beépült. Hát igen, csak hogy hívod elő, miért pont az jön elő? Hogy van? Álmomban dinoszauruszok üldöztek, és amikor elkaptak, meg kellett nekik magyaráznom a bérpapírjukat. Elnézést, kedves dinoszaurusz. Nem, maga ebben a hónapban nem keresett annyi pénzt. A magyarázat, hogy csoportos létszámleépítés volt a cégnél, és én voltam a bérszámfejtő. Aha. Tehát itt a magyarázat. Álmomban olvastam egy olyan könyvet, amit nem is ismertem, megvettem a könyvet, és az első 3-4 oldalt tudtam fejből. Erre mi a magyarázat? Kérdezi Sima. Én többször álmodtam már, hogy lelőttek, de tudtam, hogy álmodom. Ha lezuhantam volna valahonnan, inkább gyorsan felébredtem, mert tudtam, hogy álmodom, és nem akarok leesni. Nekem is sikerült azzal álmodni, akivel akartam, írja Kriszti. Ezek működnek, ezek a dolgok.
Az érdekes egyébként, például ez a zuhanásos állam, ez nagyon sok embernek megvan. Az nekem sokszor volt. De közben érzed is, meg is van az az érzés, ami az igazi zuhanásnál. Én már mind a kettőt átéltem, ugye bungee jumping voltam, akkor meg leugrottam már, leestem már nagy helyekről, mászás közben is volt olyan, hogy eleresztettem úgymond a falat, vagy ledobott magáról, ezt szoktuk mondani. És akkor megéltem ezt az érzést, és álmomban ugyanez jön vissza, de egy az egybe. Tehát, hogy nem-e valamiféle fiktív érzés, hanem ténylegesen ugyanaz. Várjál, melyik volt előbb? Az álmodban való zuhanás? Ez az érdekes, hogy az álomban való zuhanás volt előbb. Akkor jó, így oké. Ez a fura benne. Mert ha egyébként ugye a bungee után álmodtál, akkor már van a testednek egy élménye a bungee-ban. Akkor azt elő tudja hívni. Igen. Na jó, mindegy, érdekes, igen. Érdekes álmok vannak. Meg tud valaki halni az álmában úgy, hogy jó, nyilván nem, viszonylag kevés tanúja marad egy ilyen eseménynek, hogyha ténylegesen meghal, de hogy szerintetek mondjuk előfordult az, hogy megélek valamit álmomban, és gyakorlatilag... És tudod, hogy meghaltál? Igen, én hogy agyvérzést kapok, ilyen. Megszakad nekem a szívem, stb. Tehát, hogy így, nekem nagyon sokszor volt ilyen. De nem úgy, hanem ténylegesen. Szerintetek az előfordulat? Tehát, hogy az nem. Mondjuk orvosi vizsgálattal, utolagos orvosi vizsgálattal kiteríthető az, hogy mondjuk valaki álmában megél valamit úgy, hogy belehal? Ne, annyira megijedsz a zombiktól? Lásd, rémálom az Elm utcában kategóriás. Nem. Olyan nekem volt, hogy például szívelőttek nem egyszer. Tehát lelőttek álmomban. És tudtam, hogy éreztem a puffanást, fájdalom nem volt, és abban a pillanatban tudtam, hogy már halott vagyok. És láttam magam összesen, tehát minden olyan fázist, ami megtörténik elvileg, és amiről a könyvek írnak, az nekem végigment. Jött a lövés, tudtam, hogy most már meg fogok halni, összeestem, nem volt fájdalom, és tudtam, hogy vége. És aztán valahogy fölébredtem, de maga a lövés és maga a meghalás, az megtörtént. És akkor fölébredsz, megnézed? Nem, már fölültem, és mondtam, ez egy könnyű álom. Te jó, hogy nem dúl valami durvá. Ezekre már így reagálok, csak lelőttek, se engedd el, semmi komoly. Milyen hálás vagyok a sorsomnak, hogy én nem álmodom ilyeneket. Ugye, hogy mitől szabadul meg az ember. Érdekes világ egyébként. Engem álmomban rendszeresen a mesebeli csizmás kandúr kerget egy medence körül. Azért. Amikor a mesebeli csizmás kandúr kerget egy medence körül, igen. És ez állandó visszatérő álmod. És hátulra szúl kell a kis kardjába. Áú! 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 És be kéne ugranod a vízbe, akkor megmenekülsz, mert a macska meg nem macska nem megy vízbe. Itt van egy nagyon beteg, ez már majdnem olyan beteg, mint amit én szoktam álmodni. Egyszer azt álmodtam, hogy egy fogadáson vagyok a barátommal, hátra mentünk... Ennyire? Nem csak ugrál. Hátra mentünk a konyha részlekhez, ami már a mamám konyhája volt, és energiaitaloztunk. Hirtelen abszint volt a kezünkben, előttem nem a barátom, hanem egy szappanoperából szabadult csávó ült. Velem szemben, aki az első együttlétünkről beszélt, micsoda, fiú vagyok, majd egy jégpályán találtam magam, ahol Gönczi Gábor hangját hallottam, majd a haverom belerakott egy pockot a gatyájába, az pedig leharapta neki. Picit összetett, de nem rossz. Pocok. Mondjuk egy pocok nem tudja túl nagyra nyitni a száját, ha értitek. És a végig rágja. Itt van egy nagyon beteg. Nekem a legbetegebb az volt, amikor a férjem meglepett egy sétarepüléssel, és meghaltunk. De mégis éltünk, mert a temetésen beszéltünk, aztán a sírban megbeszéltük, hogy kineveli majd fel a fiunkat. Ugye, Feri, milyen jó neked, hogy te csak alszol? Én boldog vagyok. Ugye, hogy ez milyen jó, hogy te csak alszol? Jó, azért a csizmás kandúr az nekem tetszik. Mikor üld ez a csizmás kandúr? Csapda élmény, ez meg volt nektek? Az mi? Nem, hát például az, amikor mondjuk tudod, hogy jön haza a férj, bemész egy szekrénybe, de az a szekrény egy másik helyre nyílik át, egy másik hálószobába, ahol jön haza éppen a férj. Visszanyit a másik szobába, de ott jön haza a férj. Hogy van ez, hogy te mindig azért neked a szexuálok mindig ott van? A szituációból. És mind a két oldalon beszorulsz? Igen, gyakorlatilag egy csiki-csuki az egész. De előtte megcsináltad mind a két. Mat. Az egy ráadásul nem is. Az egy mat helyzet. Na jó, biztos, hogy egyébként az állatkertnél a Jani fényképét már kinyomtatták pirossal áthúzva. Így van. Kasszára nem jöhet be. Igen. Szegény oroszlán, igen. Na jó, van, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Laci, hello, jó reggel. Hello, sziasztok. Laci, honnan hívsz minket? Budapestről, Nagykátai vagyok, de itt dolgozom. Mit csinálsz? Villamosokat javítunk. Na, most a BKV-nek. Igen, van nálad egy összetört kombinó? Nem, azt nem idehozzák, az másik telepen helyen készül.
Hát akkor ami 50 milliós a kár, meglepődtem. Nagyon durva. Hát én többet hallottam, de nem tudni még egyelőre. Én 50-et olvastam egy bulvárlapban. És állítólag szegény tanulóvezető. Rosszul lett. Hát igen, elájult. Az van, hogy elájult, de hogy akkor is föl fogják függeszteni, ha elájult, akkor is föl fogják függeszteni, ha nem állult el. Uh-huh. De ha elájult, akkor beteg menjen kivizsgáltatni magát, ha nem állult el, akkor hibázott. Ez egy sakmat helyzet. Ez mit mondjál? Igen, mit tudsz mondani? Laci, hát, te mi? Mondjad? Ja, semmi, bocsánat. Nem, mondj, elkezdtél valamit, mondd csak, figyelj. Ja, hát igen, csak ugye ez az egy kicsit meglepő, hogy már régóta vezet, és akkor elájul, vagy hát nem tudom, olyan érdekes. Hát igen, lehet, hogy rosszul, lehet ideges volt. Hát nem, igen, nem lehet, esett bármikor, nem lehet tudni. Milyen villamosokat javítasz? Tátra, Hannoveri, itt, ami az egyes vonalán megy. Hannoveriek, amilyeink. Mm-hmm. Istenem. Szépek azok. Nálad az megy. Igen. Laci, szoktál álmodni? Ritkán emlékszem rá. Aha, te is azon szerencsések közé tartozol akkor, aki nyugodtan alszik. És miről álmodsz, hogy a kombinókat is ti javítját? Igen. Igen, mindenképpen. Hatalmas sárga, két lábon járó villamosok üldöznek. Igen. Laci, elkapunk. Az áramszedőm még mindig nem szuper rá. Elkapla. Ütközzünk. És semmi, biztos, hogy ilyeneket álmodnék. Jó van, Laci, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj, jó? Hallgass meg! Húha, nem egy szép álom. Nem, ő az oroszlán, aki most veled álmodik. Ez valami nagyon szörnyű. Mutatjuk, mit énekel, neki rövid részletet fogsz hallani. Figyelj, Laci! Na. Hűha. Lehetne még egyszer esetleg? Hogyne, figyelj, mutatjuk. Na. Az úgy jó, hogy nektek a zenéje, vagy az nem az? Ezt inkább meg se hallottuk. Mutatjuk még egyszer, figyelj! Rendben. Figyelj! Nincs meg? Hát egyelőre sajnos nincs, itt próbálok segítséget kérni, hát ha valakinek beugrik. Na, ki van ott melletted? Hát itt vannak munkatársak, csak nem tudok közelni a rádióhoz. Jó, mutatok egy hosszabb részletet, rendben. Jó? Figyelj! Na. Na, ebből megkülönt. A Véne Európa. Így van. Így már könnyű volt. Varga Biklós, hogy milyen jól énekel, nem? Nagyon, tetszőtösen jó énekes. A gyönyörű nő. Már meg. Oké. Zoli, a helyzet az, hogy... bocsánat, Laci. A helyzet az, hogy kivettük a bögrét. Rendben. De a többi az megvan. Úgyhogy úgyhogy azért azt megnyerted. Jó? Rendben, köszönöm. Ügyes volt. Hát nem volt könnyű. Hát egy munkatársammal szoktam játszani, de mivel persze pont van nincsen. Szabadnapos? Aztán így nehezebb volt. Igen. Cserbe hagyott. Azt hittem, hogy napközben játszatok, hogy ő énekel egy rövid részletet. Ja. Te kitalálod. Te csak kitaláltad, hogy a Granny című Varga Miklós klasszikusról van szó. Igen. Oké, Laci, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Rendben, köszönöm. Ciao. Sziasztok. Hello. Na, jól van. Neki nem kíván jó munkát az ember, nem? Tehát, hogy így... Hát gondolom, nem csak akkor szerelnek a törés, hanem össze is szerelnek. Igen. Karbantartáskor is, de... Igen. Na jó, van 6 perc, már pontosan 8 óra jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Süti, nem? 8 óra múlt 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hát jó reggelt. Hát sziasztok. Hát mizu. Mizu. Ez is hogy elmúlt ez a sztori, nem? Ez hát, a mizu történet. De azóta se volt ekkor, igen, de azóta se volt egyébként olyan orbitális nagy sláger a magyar popzenében, ha belegondolok. Az volt ilyen hihetetlen nagy őrület.
Fluornak vagy másnak? Nem, hát ez a fluor. Senkinek. Nem, hát az a fluornak. Értem, mire gondolsz. Aha. Tehát, hogy akkora sláger, amit tényleg mindenki énekelt, és talán a Bialex kedvesen volt egy ilyen nagyobb fellángolás, amit hát azért az sokan az szerettek. De az Eurovízió miatt. Nem, hát ott már előtt, pár hónappal ezelőtt már ment a dal. Igen, de nem volt akkor a felfutása. De akkor ott robbant be a műsorba, így van. Igen. A videó megosztó portálokon, mint a Fluor Tominak a mizuja. Az nagyon ment. Igen. Na, nézzük a közlekedési híreket, hogy állunk ma reggel. Kicsit kevés a közlekedés, de nem baj. Nyilván azért, mert nem történik semmi. A Selkút után van egy baleset az M3-ason, a pesti bevezetőn. A torlódás most kezd kialakulni, ezt Tomi küldte nekünk. Egészen pontosan a 11-es kilométernél van, és a Kagylós kúton keresztül ki lehet kerülni. Nyilván akik ott dolgoznak, talán kevésbé örülnek, de írják, hogyha kimész a Kagylós kútra, ott kerülsz, akkor megoldható a dolog. Van egy trafi a 47-esen, a 166-os kőnél, Orosházán, és az egyes úton azt mondja, hogy a Mosó-Magyaróvár felől érkezőket mérik, ezt Romboló küldte nekünk, 3-as főút 121-es kilométer, félpálya le van zárva, ez pedig Levi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, azt írja, hogy egy hallgató, hogy a Majka belehalok, az nagyobb sláger. Az nagyon nagy sláger volt, így. Az nagy volt. Igen. Na, egy érdekes témával foglalkozunk. Mi az? Mit mosolyogtam? Vagy akartam, hogy nem? Nem, ha, csak én meg, a időnként még megmosolyogtatom az arcomat. De ja, ez hogy ne fáradjanak az arc, majd szerintem mondani akarsz valamit. Monica Lewinsky-t megszólaltatták. Na. És ugye nem ez mindig... Nem volt foglalt a szája. Tessék? Hát, nem, most nem teljesen erre akartam kiukadni. Tehát nem feltétlenül az ovális. Monica Lewinsky-ról? Csak ez jut. De nem egyből ez. Tehát a szerető, milyen, amikor borít, mi történik, mit csinál a szerető. Nem az, hogy konkrétan mi történt az ovális irodában, hanem, hogy ugye ő most borít állítólag, mert a Vanity Fair-nek adott egy hosszú interjút, ahol beszél az afférról, és beszél arról, hogy milyen lett az élete azóta. Ő volt az internetes tulajdonképpen, hát antisztárok első képviselője, aki az internetnek köszönhette azt, hogy őt így megszégyenítették, és mert az internet gerjesztette ezt a dolgot, mindenki elítélte, mindenki tönkretette, közben pedig Bill Clinton is benne volt ebben az afférban, adott egy hosszú nyilatkozatot, és elmondta, hogy egyszer fog írni egy könyvet, amire már volt szerződése, nem jelent meg, csak régebben, de most egy újabbat tervez, amiben mindent borít. Aha. És mindent leír. De elfogyott a pénz, vagy... Nem, azt mondja, hogy belőle bűnbakot csináltak, és mindenki őt ítélt el, Clinton a mennybe ment, bevallotta a feleségének, Amerika megbocsátott neki, és hát úgy csináltak ott Amerikában, mintha erről csak is kizárólag Monica Lewinsky tehetne, ami ugye történt 99-ben, vagy... Jézusom, az 15 éve hát volt. Igen, 99-98-ban történt, igen. És... ugye ez azért érdekes, mert mindig van az a pillanat előbb-utóbb egy kapcsolatban, főleg egy titkos kapcsolatban, amikor ugye hát a harmadik fél, a szerető borít. Aha. Ugye? Az egy érdekes dolog. Monika azt mondta, hogy neki most nem ez a célja, csak egyszerűen leírja az igazságot, ő azóta milliókat bukott el, munkát bukott el, nem alkalmazták, meghurcolták, megalázták, mintha ő valami rosszat tett volna, vagy hát legalábbis csak ő lenne a bűnös. Az hogy Bill Clinton nem. Hogy robbant ki annak idején, te arra emlékeztek? Hogy azt Mónika mondta, hogy vagy volt valami belső kamerás? Nagyon jó kérdés, mert hogy emellett mindig elsiklunk, hogy vajon mi volt az, ki volt az, aki ezt a dolgot, ki mondta azt, kirobbantotta? Hogy szegény Bill Clinton éppen arra sétált, lehúzott sliccel is. A szegény Bill Clinton egyébként, mondjuk nekem erről a dologra pont az a véleményem, hogy annál többet a Bill Clinton nem tehetett volna, mint amit tett. Hogy bevallotta ország világ előtt ezt a dolgot, felvállalta az ország előtt is, felvállalta a családja előtt is. Az, hogy emiatt ő felette nem törtek pálcát, vagy hogy ő nem bukott bele, meg hogy nem vált el tőle a felesége, hát ez egy másik történet. De bevallott ő ennél többet azért nem tehetett volna. Tehát, hogy nem nagyon értem itt a Monica Lewinsky részéről ezt a dolgot, hogy nem csak ő na, volt várjál. A bűnös, hát a bűnös bevallotta a bűnét. Hát a bűnös nem úgy vallotta be a bűnét, a bűnös hamisan tett esküt, mert azt mondta, hogy nem történt semmi. Igen, tehát azért ez az nem volt ilyen egyszerű. Igaz. Tehát Bill Clinton esküdszék előtt elmondta, hogy nem volt szexuális afférem azzal a nővel. Tudjuk, hogy na, nem most az Amerikai Egyesült Államok elnöke eskü alatt hazudik, és utána ezt neki megbocsátják, és akkor utána tényleg kiderül, tehát hogy azért ő nem úgy volt, na, hogy Monica Lewinsky a botrán kirobbant, egyébként a barátnője robbantotta ki. Tehát ő elmondta valakinek, aki rögzítette a telefonbeszélgetést, és így a telefonbeszélgetés került ki, hogy a Monica Lewinsky egy
régebben a Pentagonban, majd a Fehérházban dolgozó barátnőjének elmesélte az affért Clintonnal, és ez így derült ki. De a Clinton hát azért ebben nyakig benne volt, tehát azért, na, de Monica Lewinsky pont ezt mondja, hogy a Clinton mennybe ment, mintha egyébként az ovális irodában egy olyan amerikai elnök, akinek felesége vagy gyerekei vannak, a világ legtermészetesebb módján mesélhetne pajzán meséket Monica Lewinskyval, és hogy őt ezután meghurcolták. És hogy azért írja meg ezt a könyvet, és azért borít mindent, hogy azok, akik hasonló cipőben vannak, azok, akik mint az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak, amin ő keresztül ment, hogy ne egyfajta bűnbakként nézzenek rájuk, hanem ők igenis áldozatok, vagy legalábbis mind a két felet ítéljék el olyannyira, ami megérdemelt lenne. Érted? Te valahol érthető egyébként, igen, amit mond. De ugyanakkor ez az áldozat. Tehát ő nem azt mondja, hogy ő nem magára, hát. De ő nem azt mondja, hogy nem hibázott, hogy nem hibáztam. Benne. Aha, értem. Hanem azt mondja, hogy nem csak én hibáztam, engem meghurcoltak, őt felmentették, azóta is mindenki szereti, és rá úgy tekintenek, mintha csak ő lett volna ebben a buliban benne. Tehát valahol ez az érvelés egyébként érthető. Nyilván, ha az Amerikai Egyesült Államok elnökére rámászó nőnek az érvelését, meg lehet érteni. A család, meg az amerikai állampolgárok részéről mégiscsak egy ember, ugyanolyan hiányokkal, ugyanolyan hiányosságokkal, ugyanolyan hibákkal, ugyanolyan vágyakkal, álmokkal, mint amilyen az összes többi embernek is van. Ő is hibázhat. Aha, Mónika, most valószínűleg nem az esetről magáról akar írni, tehát arról már tudunk mindent, hanem ugye az elmúlt 15 évig. Az elmúlt 10 évről, hogy vesztegették meg, hogy a Clinton család hogy próbálta lefizetni, hogy ne beszéljen, hogy elfogadta a pénzt, nem fogadta el a pénzt, hogy kik keresték meg, hogy keresték meg. Maga az ügy egyébként nagyon érdekes, mert ugye nem csak arról beszél, hogy ott mi történt, mert azt nyilván mindenki tudja, hogy ott nagyjából mi történt, ugye az ovális irodában. A feleséget serénykedik a másik szobába, te meg ott az ovális irodában. Hát az ott a Fehérházban, persze. És a Pentagonból átszakadt ilyen kis friss növendékekkel, te ott szórakozol az ovális irodában, ott azért azt gondolod, hogy te vagy a világura, úgyse derül ki, ugye? Aztán ez a dolog kiderül. Na, de azért Clinton se tudom sajnálni, hogy szegény ember ő is hibázik, nem? Persze. Vagy te Monica Lewinskyt jobban elítéled? Nem, nekem a dologgal kapcsolatban az a véleményem, vagy van egy ilyen kérdésem, vagy szerintetek akkor is megírta volna ezt a könyvet, hogyha tovább tartottak volna a meghívások a különböző showműsorokban, hogy ugyanúgy megkapta volna a kis pénzét azért, hogy előadásokra menjen meg, hogy beszélgessenek vele. Már hogyha nem tűnt volna el a süllyesztőben, hogyha nem szűnt volna meg a bulvár számára létezni, akkor ő nem írna egy ilyen könyvet, nem foglalkozna az egésszel, hogyha a bevételei mindig olyanok lennének. Oké, szóval nézzük az ügyet morális szempontból. Tehát, hogy ezért nehéz morális szempontból néznem a dolgot. De akkor kívülállóként, akkor mit véleményed az ügyről? Monica Lewinsky, kíváncsi vagyok, ki a hibás? Tehát szerinted Monica? Clinton nem? Vagy a Clinton nem, is? De miben hibás? Megtörtént a dolog? Ami megtörtént, hogy a szerető az egyébként egy ilyen esetben hibáztatható-e? Vagy jó az, hogy csak ő viszi el a balhét, egyébként Clinton nem viszi el, egyáltalán milyen az, amikor a szerető borít, ugye? Aha. Hát azért ezt nyilván sokan megélik, amikor, és hasonló státuszban vannak most is. Amikor harmadik leszel egy kapcsolatban, akkor te vállalod azt, hogy te nem leszel a párja annak a nőnek, vagy annak a férfinak, akikhez beszálltál ebbe a dologba, ugye? Hát attól függ, mi a feltételrendszer. Persze, nyilván, hát ennek több oldala van. De szerintem. Most Monica valószínűleg tudta, hogy nem lesz ő az új first lady. Hát ezt, igen. Ő beleszeretett a Clintonban, tehát ő betegesen ragaszkodott hozzá. Volt. Ő persze, ő beleszeretett a Clintonban. Akkor nagy ügy volt, hogy ugye ott hozzáért, kielemezték a felvételeket, megsimogatta, megsimogatást ő félreértette, már jelnek vette, ugye? Tehát, hogy azért itt sok minden volt. Szerintem mind a ketten áldozatok ebben a dologban. Bill Clinton. Hogy lehet Bill Clinton áldozat? Áldozat ő is, mert most gondolj bele, hogy ha világon bárhol felmerül. De valakivel a Fehérházban te áldozat vagy. Azért vagy áldozat, mert ez fog az embereknek az eszébe jutni. Hát de te tehetsz róla. De te csináltad. Hát az áldozat az, aki... Persze, ezt értem, hogy ő csinálta, hogy ez valaminek a következmény. Én csak azt mondom, hogy ő is ugyanúgy áldozat. Mert de nekem az áldozat szó azt jelenti, hogy hát ő az áldozat, tehát nekem a Monica Lewinsky akkor már nagyobb áldozat ebben az ügyben, mert 10 évig meghurcolták, kiközösítették, érted? Tehát aki áldozat, az inkább a Monica Lewinsky. Hát miért a Clinton nem lehet ugyanúgy áldozat? Monica... Te az Amerikai Egyesült Államok egyébként a feleséged ott van a másik szobában, és te orálisan szeretkezel, na az nekem minden csak nem áldozat. Én szerintem... Tehát áldozatnak nem mondanám. Azért mondom, hogy áldozat, mert ez egy nagyon komoly presztízs veszteség az Amerikai Egyesült Államok elnöke, akik nem úgy vonulva a nemzeti panteonban, mint egy nagy elnök, hanem... mint mondjuk Jimmy Carter,
hanem úgy gondolnak rá, hogy na ez volt az a csáva, aki lepippantotta magát. De ha ilyen hülye vagy, hogy te az ovális irodában feleséged, majdnem, hogy szemmel láttára csinálod, akkor balek vagy, hülye vagy, azt de hiszed, hogy minden megtetsz, de nem vagy áldozat. Hát az nem áldozat. Oké, az ebben igazad van, de ez a Mónika oldaláról derült ki, tehát a Mónika Lewinsky keresztül derült ki, ugye ő egy barátnőjének elmesélte, aki ezt fölvette és eladta. De eljutottál odáig, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyél. Nem gondolod, hogy az a 17 éves lánya, aki egyébként boldogált ezt az ovális irodában, hogy nyilván nem mondja el senkinek. Hát, ennyire nem lehetsz hülye, ha te vagy az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Hogy nyilván, nyilván maradjon, jó, nem mondd el senkinek. Nyilván nem mondd el senkinek. Oké, nem mondom el, nem mondom el senkinek. Figyelj, gyere, ülj már. Nem fogod elinni, mi történt tegnap al. De ahogy beszéltünk, tudod, a Pentagon ügyeiről, na utána közvetlenül... Bizony. Hát ez egy, de Bill nem volt hülye. Ő nem mondta el senkinek. Ő megtartotta volna Bill, a titkot. Bill volt a leghülyébb szerintem. Há, azért, mert Bill utána egyébként ugye, hát félrevezette az igazságszolgáltatást, hát hamisan tanúzott, mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke, de hát ott az igazi lúzerség. Tessék? Hát ott már próbítéten előttettél. Ugye? Volt egy ilyen deal a feleségével, hogy az nem megcsalás. Volt valami, hogy a Mónika megőrizte a ruhát, arra emlékeztek? Mónika Lewinsky megőrizte a ruhát, és a ruháról vettek, és a ruha volt aztán a bizonyíték, hogy ez valójában megtörtént, mert hogy ő direkt megtartotta a ruhát, és ezt mesélte el egy pentagonos barátnőjének, az fölvette telefonra ezt a beszélgetést, elvitte a Védelmi Minisztériumba, az kirobbant, és itt kérték be a ruhát, és a Mónika bement a ruhával tanúsítani, hogy hát ott azért vannak külsérelmi nyomok. Aha. Uh-huh. A ruhán. Ide oda fröccsent a... Én mindig megállok egy ponton, olyan szépen lavírozok, mindig megállok egy ponton, erre te belemész a nádra, ide-oda fröccse. Nem, csak voltak rajta külsérelmi nyomok. Leszakadt egy gomb. Na látod, így de kell ügyesen lavírozni. Nem. Na látod, igen. Olyan szépen lavírozok mindig. Meg a buksimat. Igen. Mónika Lewinsky miért ment tovább? Tehát, hogy ő például miért nem mondta azt, miután kiderült az ügy, minden tisztázódott, hogy megtörtént az esemény, és miért nem mondta utána azt, hogy akkor oké, én visszavonulok, vagy érted? Tehát ő hosszú éveken keresztül ebből élt, és igen. Ebben a Janinak igaza van. De gondoljatok bele az ő helyzetében. Tehát, hogy... Mert itt fura, mert kicsit azt érzem, hogy mindenki inkább a Clinton oldalán van. Vagy ha nem is a Clinton oldalán, de nem a Mónika oldalán. Tessék? Tehát ez a nő ezt parádézott a show műsorokban, és nem az volt, hogy akkor elmondok mindent, és hogy ezzel egy picit így könnyítsek a lelkem. Nem, ő fellépti díjat fogadott el azért, hogy elmegy show műsorokba erről beszélni. Egy ideig megpróbált csöndben maradni, nem kapott állást, és aztán elindult show műsorokba hakrizni. Igen. Tehát ő elment aztán, igen. Zászlajára tűzte az eseményt. Mert gondolj be, hogy az utcán utánad szólnak. Az utcán, mit tudom én. Azt nem én nem tudom, mondom, hogy sajnálom a Mónikán. Meg a Clinton se, de érdekes, lehakítom. Érdekes a dolog egyébként, hogy ilyenkor mennyire az emberek valahogy hogy reagálnak. Nem, hogy akit kell felmentik, mert ő az Amerikai Egyesült Államok elnöke, hát ő nem hibás. Na, meg ő a férfi tessék? Is. Meg ugye? Ő a férfi, ugye, hát nyilván ő a férfi. Férfi-nő kapcsolatban, ugye mindig van ez a mondás, hogyha egy nő csinálja, akkor ő ordas ribanc, ha a férfi, akkor meg kicsoda izé. Igen. Tudod, mit mondta Clinton? Hogy miért hazudott eskü alatt a törvényhozás előtt, ugye, meg az igazságszolgáltatás? Azt mondta, hogy szerint ez nem szex. Tehát, mert azt kérdezték, hogy volt-e szexuális afférja a Mónika Lewinskyvel, és azt mondta, hogy nem, soha nem volt szexuális afférom. Ugye, hát ez egy ilyen... És ő azt mondta, hogy azért mondta... Milyen ügyes... felvilágos útember. Mert hogy nem volt. Mert hogy ez neki egyébként nem az. Tehát ez csak egy ilyen kis felüdülés. És nem is volt jó. Tessék? Nem is volt jó. Tök ügyetlen volt. Jogos-e az, amikor a harmadik borít? Tessék, én most nem a Mónika Lewinsky ügyel akarok foglalkozni, hanem belemenni és keresni a hallgatókat, akik mondjuk harmadikok egy kapcsolatban, évek óta akár elmondják nekünk telefonon, hogy borít a szerető, milyen szeretőnek lenni, mikor borítasz, jogos-e, hogy borítasz, mit tud csinálni a szerető, árt, nem árt, egyáltalán hogy van ez? Szerintem hogy nem működ? Jogos. Tessék? Nem jogos. Nem jogos, és én ezt egy megmondom őszintén, hogy ezt elítélem például. Amikor a szerető borít? Igen, mert a szerető az úgy megy vele abba a kapcsolatba, hogy tökéletesen tisztában van azzal, hogy nem juthat nagyon révbe. Tehát, hogy ő a harmadik. Hát várjál, itt azért vannak árnyalatok, hát ha úgy megy bele. Mi van, ha apunak van egy másik élete? És a szerető nem tud arról, hogy van anyu, meg van két gyerek? Jó, ha vagy a szerető egyébként ígéreteket hall, hogy fél éves elválok, egy éves elválok, két éves elválok, és aztán a szerető csak vár, majd egyszer borít. Tehát itt vannak azért pikánsabb dolgok. Hogyha megy az áltatás, meg az alakoskodás a férfi részéről, és tényleg ezt mondja, amit te is, hogy akkor fél év múlva elválok, meg már úgyis egyébként a házasságom tönkrement, és hogy eljön majd a te időd is, csak még rendbe kell tennem egy-két dolgot, és ezt húzza, halasztja, akkor ott azért érzem a jogosságot.
akkor menjen, akkor menjen az a szerető. Akkor azért akkor ott már meg tudom érteni. Aha. De ott is érik. Hanem hogy működik? Hát szerelmes a pasiba. A szerelmes a pasiba. Meg akarja magának szerezni. Amíg nem kapja meg. Abban a pillanatban, hogy egy nőben realizálódik, hogy nem kapja meg a palit, ott jön a bosszú. De miért borítasz? Akkor már tudod, hogy a tiéd se lesz. Akkor elindul, hogy az enyém se. Akkor az akkor övése. Tiéd se legyen. Érted? Tehát egy nő, a szerető sokszor addig szeret, amíg ugye tudja irányítani birtokkal. Amikor rájön, hogy nincs meg a birtoklás és az irányítás, akkor leginkább egyébként a nők csinálják ezt, a pasik ritkábban, akkor jön a borítás, rohadjál meg, nekem sincs, és elmegy a másik nőhöz, és elmondja neki. De nem nehéz azért, mert hogy halálosan szerelmes még mindig, és azt gondolja, hogy ha azt tönkreteszi azt a kapcsolatot. Hát ez is benne lehet, nyilván, de lehet szerelem, dű, féltékenység, irítség, egy csomó minden, persze. Persze. Én itt ebben a dologban megmondom őszintén, hogy ami igazán nagy problémát látom, az nem is az, hogy oké, a másiknak kárt okozol, vagy a másikon bosszút állsz, vagy a másikkal teszel valami rosszat, hanem ott van adott esetben tényleg egy feleség, vagy ott vannak a gyerekek, és hogy olyanokat vonsz bele ebbe a dologba, akiknek a testérelmet, ez az égvilágon semmi közük nincsen. Például ilyen esetben mondjuk a két gyerek, vagy egy gyerek, vagy akárhány gyerek van, azokon is csattan az ostor, mert szétesik körülöttük a család. Jó. Egyik aztán az egészen semmi közük nincs. Az, hogy mondjuk egy ilyen kaka ember az apukájuk, aki alakoskodik, hazudik, ez egy ilyen dolog. Szép ide, de hát nyilván, ha egy nő, aki ígéreteket hall egy éve, az nem azzal foglalkozik, hogy van egy két éves gyerek, hanem ő át lett vágva. Neki hazudtak, őt megcsalták, neki ő ígéreteket kapott. Igen, hát csak akkor nem egy ember ellen bosszul, hanem mondjuk adott esetben hát azon nem tud bosszút állni. Na de arról megint nem a szerető tehet. Arról nem apu tehet? Vagy egyébként a szerető egyszer csak leül a küszöbödre és megvárja anyut? Tehát én a szeretőt a legritkább esetben tudom elítélni. Szerintem soha nem a harmadik a hibás. Még akkor sem megjelenik a lépcsőn és azt mondja, hogy ja, itt vagyok, van egy másik anyu is a dologban. Tehát a pasik hajlamosak így gondolkodni, ugye, hogy milyen ember az, aki elmegy és borít? De milyen ember az a férj, akinek közben egy évig szeretője van? Nem? Tehát a szerető a hibás, nem a férj a hibás, hogy neki egy évig szeretője volt? Érted? És az abszolút elképzelhetetlen, hogy úgy záródik a dolog, hogy mindenki megy a dolgára? Ilyet hallottatok? Ilyen volt? Hogy? Hát, hogy egy mit tudom, csinálták egy évig, kettőig, akármi. Szerintem minden van. Aha. Tehát hogy az is. Tehát, hogy minden típus létezik, persze. Aha. Szeretők, hogy nyilván saját magadat nézed egyedül, amikor borítasz. Nem? Tehát amikor, amit te mondtál, János, hogy ugye ott a gyerek, ott van az asszony, abban nem mennél bele, nem fog érdekelni ott abban a pillanatban. Tehát te azt érzed, hogy kihasználtak, azt érzed, hogy eldobtak, becsaptak, mert azt ígérte apu, hogy még egy fél év is költözöm, és hogyha ha ezen végigmentél, akkor utána már szerintem semmi nem számít. Nem? Ott már borítasz. Hogy azért borítasz, hogy megígéreteket kaptál. Igen. Aha. Hát nyilván. Semmi nem számít. De hibás vagy te, hogy borítasz, a közben egyébként egy évig neked minden megígértek? Mert a Jani azt mondja, hogy aki elmegy és leül a lépcsőre és borítja az egész családot, az hibás. Szerintem, én azt mondom, hogy kevésbé. Igen, ha mindent megígértek, tehát ha az volt a deal apu és a szerető között, hogy apu azt mondta, hogy még egy fél év és mégse jöttek. Van egy 20 éves házasság, két felnőtt gyereket. És kötsz egy dílt egy másik nővel? Az hogy néz az? Hát nem tudom, hogy hogyha ezt mondod, amit te mondtál, hogy a férfi azt mondja, hogy igen, szerelmes lettem beléd, történnek dolgok, de otthon még nem tudom megoldani. Uh-huh. Hogy várj egy fél évet. Érted? És várja a leggyávább dolog. Igen, és várja a fél évet, és nem történik semmi. Akkor jogos a borítás. Ilyenkor tudod, miért vár a pali? Egyrészt megnézi, hogy milyen a nő. Kettő, megnézi, hogy borítsa az egészet. Aha. Három, megnézi, hogy meddig tart, és jó-e az még fél év után is. Tehát ez mindig egy ilyen nagyon kényelmi szempont annak, aki ugye... Középen van. Ha mondjuk mind a két nőt szereti, akkor az egy nehezebb helyzet. Kérdés, lehet-e két nőt szeretni? Ez nagyon árnyalt téma, szerintem. Egyébként érdekes. De igen, mert érdekes valahogy tényleg az de nem a harmadikat tartom hibásnak, hogy megy és borít, mondjuk az ígéretek után. Magát a személyes bosszút én azt meg tudom érteni, ha az egy embernek szól. Csak tényleg itt az a baj, hogy utána egy-két-három másik embert is adott esetben magával ránt az egy, akin bosszút akart állni, a szerető, akinek ígérgettek mindent. Tehát, hogy ha egy ember állsz bosszút, az guilt. Tehát, hogy ott azt érzem, hogy egyenlő a történet. Csak belerántasz másik két vagy három embert is, és egyébként rajtuk meg nem múlott semmit. Tehát, a szerető rántja bele, vagy apu rántja bele, amikor eldönti, hogy ő elmegy egy másik nővel. Nem a nő rántja bele. Nem fekete fér a dolog. Nem, hát a nő csak számon kér valamit. Sos értem azokat a palikat egyébként, akik megverik a másik férfit. Hát de miért? Hát a tenődet meg tudták kapni, majdnem belecsúsztam, akkor miért vered meg a másik palit? Miért hibás a másik nő, aki egyébként leül oda a küszöbödre?
Jogos, ő ígéreteket kapott, na férjed egy fél éven keresztül hazudozott neki, letagadta a feleségét, letagadta a gyerekeit. Hibás az önő, aki borít? Szerintem nem. Hát őt átvágták. Nem? Igen. Igen, csak mondjuk továbbra is egy picit kötném az ebet a karóhoz, őt áll egyedül. Uh-huh. A férfi meg ott áll egy nővel, meg két gyerekkel. De nem tudsz csak a férfin bosszút állni. A ez szerető a, nem igen, tud a férfin igen. igazán bosszút állni. Így tud bosszút állni, hogy anyunak borít. Vagy most mindegy, beszéltünk a másik felállásról jó, is. Igen. Érted? Tehát, hogy ez tök mindegy. De nem tudsz azon, akivel szerelmi kapcsolatban vagy bosszút állni, mert az max megrántja a vállát. Na hát én nem tudok. Összekarcoltad a kocsim, hú. Mondjuk én nem tudok női fejjel gondolkodni, ez teljesen egyértelmű, de én például, ha próbálok úgy gondolkodni, én akkor inkább már azt választanám, hogy tényleg emelt föl, kilépni ebből az egészből, és hagyni, elereszteném. Már a szeretőt? Mert nem tudnék ezzel a dilemmával, én nem tudnék mit kezdeni, hogy ott van az a másik ember, vagy a másik két ember még, akiken szintén úgy, hogy igazából nem is rajtuk akarok bosszút állni, nem ők tették velem azt, amit, hanem az a férfi. És akkor az elején benne vagy, de a végén kilépsz, akkor miért mentél bele az elején? Hát, ugye? Mert akkor még ott volt az ígéretek a részéről. Hát de hát ott volt az ígéret a részéről, hogy fél év múlva elválok, akkor te úgy mentél bele. Arról akkor szeretünk egymásba. Nem, szerintem mindig van egy döntés, amikor a férfi vagy a nő dönt arról, hogy lesz ebből kapcsolat vagy nem. Azt a döntést kell megakadályozni. Aha. Tehát minden egyes félrelépésnél, minden egyes szikránál mindig van még egy döntés, amikor te dönthetsz. Amikor ott van a kezedben, hogy belemész, és tudod, hogy elindul valami, és tudod, hogy onnantól kezdve megállíthatatlan lesz a folyamat, vagy azt mondod, hogy nem. Az a pont mindig ott van. És azt a pontot a legtöbb ember egyébként még tudja. Hogy most jött el az a pont, hogy most, ha még döntök, akkor ezt meg tudom akadályozni. Vagy belefolyok, és onnantól kezdve elindul az úthenger, és nincs megállás. És ezt a pontot hagyják ki sokan. Hát, nehéz, nagyon nehéz. Mindig van egy pont, amikor dönthetsz. Arra, kérlek, hogy hogyan tovább. Bocsánatot is kérek azoktól, akik esetleg nem tudnak azonosulni az érvelésemmel. Nem csaltam még meg soha semmit. Ne haragudjatok. Nem, csak érdekel. Hát nem baj ez. Jó. Na, írjanak nekünk azok, akik például szeretői státuszban vannak, jó? Hogy mióta vannak, mit ígérnek nekik, borítanak, borítottak már, akarnak borítani, akár név nélkül is legjobb lenne valaki ezt telefonon nekünk elmondani, mióta van benne. Van-e olyan hallgatónk, aki mondjuk évek óta benne van és vár valamire? Van ez a típusú naív nő, tudod, 5 éve szeretőm van, majd egyszer úgyis ott adja a feleségét, hülyére van véve, a budős életben nem kapja meg a palit. De a nő ül és hiszi, hogy majd megkapja. Hát vagy olyan, aki tudja, hogy sose kapja meg, de neki mégis jó így, az is egy érdekes szitu. Igen, nagyon sok árnyalata van a dolognak. Jó, várjuk az SMS-eket, most nem azokat, ne azok írjanak, akik voltak hasonló helyzetben úgy, hogy borította a szerető a kapcsolatukat, hanem szeretők. Tehát most jelen pillanatban a szerető státuszban élő, elsősorban szerintem egyébként női hallgatók, jó? SMS számunk változatlan 06 745 000 000. Jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz, 2 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Monika Lewinsky-ról kezdtünk beszélgetni ugye a hírek előtt, és arról, hogy ő most mindent borít, ír egy újabb könyvet, és hát mint ő legalábbis áldozatnak apostrofálja saját magát, elmondja, hogy mi történt valójában, és az elmúlt 10 évben őt hogy meghurcolták, és hogy nem csak ő a hibás. Tehát tudja, hogy hibázott, de nem csak ő a hibás, és igenis Clinton is vigyel a balhét. És a szeretői státuszról kezdtünk beszélgetni, jó, nem jó, mikor borít, hogy borít, hibás-e az a nő, aki borít, milyen célok vezérlik azt a nőt, aki mondjuk odaül a lépcsőre és megvárja a feleséget. Itt is több ér van, nagyon sokan írják, hogy hibás, nagyon sokan írják, hogy nem hibás egyébként. A borításnál, ugye? Hát itt szerintem itt is van egy hátsó szándék, nem? Már aki borít? Nem, az a nem nálam karácsonyozik. Elmegyek, fölborítom a kapcsolatát, mert bízom abban, hogy ott én borítok, akkor az enyém lesz. Hát ez nem így sül el. De hogy ez is egy indíték lehet, ugye? Ugye, emiatt csinálja a dolgot. Most, igen, mert kérdezek még valamit, mondjuk van egy nő, akinek van egy férje. A férj félrelép 5 éven keresztül. Jön a nő, és borítja a másik nőnek, a feleségnek, hogy 5 éve szeretője van a férjének. Nem jobb, hogy a nő meg tudja? Tehát, hogy elítéljük azt a nőt, aki borít, vagy azt mondjuk, hogy legalább a nő megtudta. Mert joga van tudni a feleségnek, hogy 5 éve megcsalják, nem? Persze, hát nagyon-nagyon árnyalt a kép, igen. Nagyon-nagyon nagyon nehéz a dolog egyébként.
Mert szerintem olyan nehéz azt mondani. Nyilván önös érdekből borít, de joga van tudni a feleségnek. Tök nehéz azt mondani, hogy persze, és az őszinteség mindennek az alapja, de hát, hogy nem tudom, hogy itt ebben az esetben mi van a dolog mögött. Tehát, hogy a férfi miért tartja fönt azt a kapcsolatot? Lehet, hogy a gyerekeket akarja óvni ettől az egésztől, de talán nem már ilyen lilaköd, de hogy védi azért azt a nőt, akit megcsalt, mert azt mondja, hogy tudja, hogy belerecsenne. Tudja, de hogy is, te olyan aranyos vagy, Jani, de annyira nem működik a védi. De hogy védi. Kettő dolog van. Vagy gyáva, és nem mer kilépni a kapcsolatból, mert nem mer új életet kezdeni. Vagy nagyon kényelmes neki ez a státusz, és elveszi a szeretőtől, amit a feleségtől nem kap meg, de megkapja a feleségtől azt, amit a szerető nem kap meg. A legritkább esetben van az, hogy a férfi azért nem lép ki, maximum ezzel hitegeti magát, hogy védje a nőt, nehogy megtudja a szegény. Ez akkora hazugság. Mert azért harmadik variáció. Kérdezd meg a nőt. Például azt gondolhatja, hogy mondjuk nem fogja látni többet a gyerekeit. Akkor egy harmadik variáció. Na, de akkor ez egy örös érdek. Kérdezd meg a nőt, hogy drágám, jó az neked, hogy megvédelek úgy, hogy 5 éve szeretőm van, és te erről nem tudsz. És az a nő azt mondja, hogy jó, akkor jó, hogy megvédted, de erre egy nő nem mondja azt, hogy de jó, hogy megvédtél, köszönöm. Te próbálj meg női aggyal gondolkodni. Érted? Mert azt mondod, hogy a férfi ugye megvédi a nőt. Hogy is? Hát ez önállítás. Hogy egy pali így próbálja megvédni. Én megvédem a feleségem, mert ha ezt meg tudná, belerecsenne. Inkább elmegyek máshova karácsonyozni. Csak meg ne tudja, tudod? És azért ne tudja meg, mert én megvédem. Hát ez gyávaság. Véded, ez a, persze, persze. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, Erzsi vagyok. Erzsi, halló, te 12 évig voltál szeretői státuszban? Igen, 12 évig voltam szeretői státuszban, bizony. Az jó hosszú idő. Hát hosszú idő. Neked nem is volt közben senkid? Nem. Csak ez a férfi, aha. Igen. Ő neki családja volt? Igen, volt neki családja, még mai napig is megvan neki a családja, és én tudtam ezt, hogy van neki akkor, és én nekem ez kényelmes volt. Persze voltak hullámvölgyek nálunk is, volt, amikor én is azt szerettem volna, hogy együtt éljünk, de be kellett látnom, hogy én nekem az én gyerekeimnek is jobb az, hogyha nincs most a apjuk, meg az ő családjának is jobb, hogyha nem tudják meg azt, hogy van neki szeretője. Bocsát, neked vannak gyerekeid? Tehát akkor igen, te már elváltál? Igen, 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 is beszéltük, mert azért az elején ezt tisztáztuk, hogy fog ez alakulni, de érzelmi alapon működött végig a kapcsolat. És akkor ő nem hitegetett téged semmire? Nem. Hát ez egy tiszta helyzet, szóval itt nincs is nagyon miről beszélni, mert hogy nem hitegetett. Ismertem, tudtam, hogy ő nem fogja otthagyni a családját. Tehát az a nő, aki azt hiszi, hogy ott fogják érte hagyni a családját, és a pasi egy fél év, egy éven belül nem fogja otthagyni a családját, a szóval nem is hagyja ott. Tehát... De akkor tök jó, hogy ezt szóba hoztad, mert akkor egy picit rá tudunk kapcsolni arra, amiről az előbb beszéltünk Balázsal, hogy ő a te ex-pasid, miért nem hagyta ott a családját? Miért nem akarta ott hagyni a családját? Hát mert valami hiány kellett, számot hogy legyen. Vetett avval, hogy kettőnknek jó lenne, ha együtt élnénk. Fejtegettük az előbb, hogy ez kicsit ilyen. Kérdés, hogy mennyire ez lehet gyávaság is, igen, az ő részéről. Az önvédelem, persze, nyilván ez egy szép ideológia, igen, amit az ember felépít. De viszont a feleség valószínűleg érezhette, hogy neki van valaki, de soha nem hozta szóba. De viszont amikor elutaztunk, és utána hazament, akkor azt mondta neki a feleség, hogy örül neki, hogyha így elutazik, mert utána kipihenten és vidáman megy haza. Tehát én csak segítettem a családjának, hogy én velem beszéltem meg a problémáit. Okos nő egyébként a feleség. Igen, 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 ez nagyon okos. Most fura, amit mondok, ez egy okos hozzáállás. Picit ilyen igen. Lazán kezeljük. Nem, várjatok, nem, a Hújber az egy nyitott kapcsolat, ugye, hogy van, akinek ez működik is egyébként. Igen. Tudja, hogy a férjénél elkoborol, szemet húny, de közben boldogok együtt, és fura, de tudnak boldogok lenni. De várja, ez okosság, vagy pedig önáltatás? Nem biztos, nem. Szerintem ez tud így ilyen bölcsen gondolkodni egy nő, ami most nagyon fura hangzik, hogy én ezt bölcsességnek mondom, de tényleg. Tehát, hogyha hát azért ő is a gyerekeit is nézte valószínűleg. Igen. Tehát sok nő gondolkodik, hogy tudok róla, de hozzám jön haza, együtt élünk, rendben. Igen, így van. Maximum ne legyenek érzelmei, de tudom, hogy néha csajozik, de hozzám jön haza, én ezzel tudok együtt élni. Nem biztos, igen, hogy rossz megoldás, főleg egy olyan palinál, aki mondjuk csajozik. Tehát vagy elfogadod úgy, amilyen. Igen. Vagy megpróbálod meg változtatni. Hát nálam is az volt. Vagy elfogadtam, vagy nem. Amióta kiléptem a kapcsolatból. Ő is így gondolja? Most ő is így gondolja, jó. Ő is a mai napig nekem mond el mindent, kijönti a lelkét. Aha. Őneki is most már új élete van, és igazából... teljesen jó a kapcsolatunk, tényleg mindent meg tudunk beszélni. Hát lehet, hogy nektek nem volt benne a párkapcsolat a kapcsolatokban, csak tehát maga a testiség, hanem nyilván azt csak, hogy barátok vagytok. Lila, köszi, hogy elmondtad. Nincs még. Ciao, hello. Hát gyerekek, nem tudom. Szóval Lila sztoria tiszta, de hogy visszatérő még Erzsire, hogy 12 évig szeretőnek lenni, hogy ettől nem hányja el magát az ember, nem? Már kicsoda? Aki szerető? És a szeretői státusz, vagy a férj? A szeretői státusz is. Aha.
Figyelj, tehát, azért hogy, az tudom, ő sztoria is érdekes, mert ő kijött egy rossz házasságból, volt két gyerek, vagy van két gyerek a mai napig is. Nem akart pótapukát. Nem akart pótapukát a gyerekeinek, viszont talált magának egy társat. De 12 évig vagy valakivel, aki tudott, hogy hozzá, oda megy ahhoz a nőhöz, aki nem tud semmit. Nem? 12 évig ezzel a tudattal együtt élni, hogy ti ketten szövetségesek vagytok valaki ellen, akivel egyébként az az ember kötött szövetséget, aki a te ágyadban van, az nagyon nagy árulás. Érted? Igen, 12 évig élsz egy tudattal, hogy ti ketten 12 éven keresztül vertek át szisztematikusan egy harmadik ártatlan félt, aki erről egyébként nem tud. És ezzel nem egy évig élsz együtt, 12 évig nyugodtan kelsz, nyugodtan fekszel. Várjál. Annyiból nem igaz a dolog, hogy elmondta Erzsi, hogy a felesége az sejtette a dolgot, sőt, rámondtad azt, hogy egy, azt mondtad rá, hogy okos, mert hogy... Igen, kéne ismerni, hogy ki mondta, igen, hogy mi volt ott a megállapodás, igen, de akkor is, szóval 12 évig így feküdni. Na mindegy, nagyon sok SMS van még, egy-kettőt majd beolvasunk a hírek után, érdekes SMS-eket kaptunk tényleg, hogy milyen élethelyzeteket kreál tényleg a... az élet, nem, hogy mik vannak. Csak előtte gyorsan játszunk egy hallgatónkkal. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Jó reggelt, Pali Budapestről. Pali, milyen, micsoda vitalitás? Hát itt a kérdéshez egy mondatot, ha megengedni még. Szóval szerető, mindegy, hogy ki kezdi egyébként, mert a csajok is ma már vannak azért ennyire egyenjogúak. Mindig belép egy státuszban, legalább végre van valakie. Tehát a nők fele azért sír, mert megcsalják, de ugyanettől a nők másik fele boldog, hiszen ő a szerető, végre lett valakie, kárpótolja az élet, egy rossz házasságért, vagy mert magányos, stb. Azért higgyétek el, hogy a pasik nem bűnösök, tehát nem mondhatni őket, hogy vadásznak éjjel-nappal, mert ugye ma már azért hallani egymást, hogy a nők is bedobják magukat, éppen az előttem telefonáló hölgy vagy kislány mondta ezt, hogy bizony ő kezdeményezett egy kapcsolatot, és boldogok. Kérdés az, ugye nem olyan régen egy tévé ismert személyiség szeretője borította ki a Billit, és mi történt? Az égvilágon semmi. Az égvilágon semmi, és azt kell mondani, hogy a nők vannak, mikor a hónkba dugják a fejüket, tudják, egy legyintenek, álpasik ilyenek. Mivel foglalkozol, pszichoanalitikus vagy? Nem, én inkább azt érzem, hogy neked itt van valami, vagy voltál szerető, vagy az vagy, vagy igen, valami igen, sebb igen, van, igen, tehát nem, itt valami komoly sebb van. Két házasság, közel húsz év. Szerető státusz. Voltam szerető, tudtam. De Balázs, elmondok meg valamit, mert már véget ért az a kapcsolatom, úgyhogy most már felvállalhatom a történeteket. A házasságomban akkor voltam a legboldogabb, amikor tartós, 3 éves szeretőm volt, soha nem piszkáltam az asszonyt, szerettem volna hozzá, hogy nyilván hagyjál a fáját, mert ismerjük ezt a mesét, meg volt a szeretőm, vele kibeszélgettem magam, köszönjük, hogy ilyen szépen mondom. Tehát kibeszélgettem magam, kihancúroztam magam, és boldogan, nyugodtan, csupaszín szeretettel mentem haza, neveltem a gyerekeimet, és nagyon boldogok voltunk. És ez nem derült ki, összeadott az akkori feleségem fűvel, fával, Szent Jánossal, mindenkivel, nem történt meg, tényleg nem történt meg, és ez a szeretői kapcsolat azért véget, mert elmentem sajnos külföldre. Ez is egyfajta döntés, persze. A külföldi kapcsolatra. Sokan élnek így, és kiegyensúlyozottabbak, mintha egy nővel lennének. Így van, azt kell mondani, hogy a lányok ezt felvállalják, ez megint neveltetés kérdése. Azért ma már ilyen partiba belemennek, meg mit tudom, ha látni az a lányokat, hogy bedobják magukat. Nekem ez semmi baj. Jó. Figyelj, hát mindenkinek már nincs ilyen, kinek nincs recept, ez egy szubjektív boldogságérzet, mindenki valahogy keresi. Ez a megbeszéltük, kibeszéltük magunkból, ez jól hangzik. Én is kiszoktam egyébként egy Istvánnal, meg egy Attilával, de ha most hallani minket, akkor többről szó sem lehet. Jó? Csak a nachos meg a zombi filmek. Csak dumálgatunk. Na figyelj, mondom a kérdéseket, jó? Milyenek, Jani? Könnyűek? A harmadik azért nehéz. Na figyelj, így Jani, értettél, én már megszívtam, én már játszottam veletek nem olyan régen, és a harmadikat szívtam meg, na hallgatom. Így szól az első kérdés. Melyik ifjúsági regény szereplői Geréb, Dezső, Boka János és Pásztor testvérek? Ez alapmű, a Pál utcai fiú. Mehetünk tovább? Abszolút. Így szól a második kérdés. Melyik hazai város férfi kézilabda csapata nyerte meg az elmúlt hétvégén az EHF kupát? A lányok Győrben nyertek, a fiúk Szegeden. Szeged! Jó, harmadik kérdés, filmes. Neki menjünk? Most itt veszíthetek. Ja, a bumozás már nem megy? Hát, megy, csak ritkán ad a szoftver. De hát a múltkor elbuktad a harmadikat, akkor... Ez kemény dió lesz, mondom előre. Hát akkor, hagyj jöjjön. Jó, oké, így szól a harmadik kérdés. Melyik amerikai színésznő kapott Oscar-díjat a Szív bajnokai című filmben nyújtott alakításáért?
hívó, valamelyik este láttam. Hát ez azt hiszem találgatni fogok. Nem a Jodie Foster. Nem. Steve bajnokai. Szóval végigmondanád a szereplő. Nem is Nicole Kidman. Nem. Nem is Angelina Jolie. Nem. Nem. Akkor nem is. Nem. Kész, ezt nem. Ezt biztos nem. Mondj valamit, hát a beletapálsz. Nem is Audrey Hepburn. Keanu Reeves-el játszott a Féktelenülben, többek között csomó filmje volt. Hát az a Sandra Bullock. Jó, na. Mi segítünk, akkor rohadékok vagyunk. Annyit segítek. Elmondom, miért segítettem, gondolom, hogy gyerekek bumozik, akkor 9 óra 8-ig itt leszünk, úgyhogy Ed már inkább megmondtam. Jó? Na, de köszönöm egyébként. Valami kivehet a csomagból magadnak, Balázs, így hálaképpen. Mert a múltkori... A múltkori boomot azt elbuktam. Na, akkor most van egy ajándékcsomagot. Köszi a játékot! Akkor kösz, szép napot! Ciao, Pali! Hello! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 9 óra van pontosan, jövünk a hírek után. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 16 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és van friss közlekedés hírünk. Az M1-esen Komáromnál mérnek a felüljáróról Pest felé, ez Gyurci üzente. Az M3-as bevezetőn oszlik a dugó, üzente nekünk Pepe. Ott ugye a Selkútnál volt egy kis torlódás, aki a Selkúton keresztül ment, azt tudott kerülni. Pécs felé a bevezető úton útépítés miatt 40 km/h lehet haladni, ez Dödi küldte nekünk. 212-es busz Füsttől a Boráros téren a végállomáson. Az M1-es autópályán Pest irányában pedig a 40-es kilométernél aszfaltoznak, és torlódik a forgalom, ezt Koli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Az M3-ason a 266-os kilométernél pedig szintén trafiznak, ezt Blöki üzente. A buszoknál most már egyébként tudatos füst van, mert megirigyelték a pilótákat a légi bemutatón, tudod, ott van egy ilyen fehér füstöt húznak maguk után, hogy lásd a pályát, és akkor itt most az van, hogyha tudni akarod, hogy a hetes merre megy, akkor csak a füst után mész. Vagy azt jelzik, hogy még nincs meg az új pápa, nem? Vagy még a vitézi nem az új pápa. Ja, még nem sikerült megválasztani a vitézit, és ezért fekete füst van. Figyeljetek, ti értetek hozzá, mert hogy van autótok, és autóztok is, és hogy egyébként is kártalan a fejetek, hogy az nem azt jelzi, ha például egy autóból gázadásnál a kipufogóból irgalmatlan fekete füst száll föl, hogy ott valamiféle probléma, hogy ne kéne cserélni az olajat? Hát esetleg... dízelcsodáknál szokott a kipurcanó dízelcsodáknál. Olyanokat látok néha, hogy ez valami hihetetlen. És hogy az nem jó a tulajdonosnak, hogyha mondjuk olajat cserél, vagy nem mondjuk ennek utána. Hát ő előre néz. Ja, tényleg. Te hülye vagyok. Honnan látni, hogy mi van mögött. Te hülye vagyok, basszus. Ja, de komolyan, nem is értem. Hát nem? Nem, ezt nem tudom, hogy az ott a szűrő, ami a kipufogóban van már a modernebb dízeleknél, ez az ilyen részecske szűrő, vagy a karburátor, vagy a katalizátor, ehhez én annyira hülye vagyok. Akkor de vagy de fura, hogy az van... Jó jel? Hát de... Attól függ. Figyelj, mivel te előre mész, így nyilván nem látod. Aki mögötted jön, az hívja meg nagyon. Ott valami katalizátor, karburátor, én nem értek hozzá, nem tudom. Köd előtte, de nem jó jel. Nem, az nem annyira jó jel. Nem annyira jó jel. Jól van, na, még mindig özöllenek az SMS-ek a megcsalás témában, de azt lezártuk itt, sok a személyes érintettsége, ahogy látjuk az SMS-ekből. Mennyi tapasztalat? Sok a tapasztalat, igen, köszönjük szépen, tényleg ígértem, hogy még jövünk az SMS-ekkel, de lezártuk, mert nagyon-nagyon sok van, és tényleg jó, egyet-kettőt csak jó, mert tényleg annyi hallgató írt, hogy aztán utána gyorsan lezárjuk csak. 4 éves a lánya. Amúgy tanárnő a szerető, nem akart elmesélni otthon, de pehére kiderült csak, hogy milyen életek vannak. Engem felhívott a feleség, jól eldumáltunk, jó fej, kedves nő volt. Dobtam a pasit, üzente nekünk Tünde. 3,5 év voltam egy férjezett, 2 gyerekes anyuka szeretője, aki végül lelépett egy harmadik pasival. Hogy mik vannak, nem?
Ismerősöm 31 éve várja a nős kedvesét, hogy elváljon. Mindez ne. Idáig nem sikerült. 31 20 éve. 20 évesen összejöttek. Hát, 31 éve. Most 51, és mindig vár. Nekem 25 hát, év után azért leesett volna már a tartós. Ez egy szép ideológia, igen, igen. Engem egy évig hitegetek, hogy lépni fog, majd egy véletlen SMS lebuktatta, akkor mert felvállalni, együtt vagyunk, de néha eszembe jut, mi lett volna, ha az üzenet nem lett volna elolvasva. De ez is érdekes. 7 évig voltam szerető, most a feleségnek lett szeretője, ezért lett vége a mi kapcsolatunknak. Most foggal körömmel akarja megtartani a feleségét, tőlem kér tanácsot, mert közben én túl vagyok a válláson, írja Dóri nekünk. Szép történetek vannak egyébként, igen. Van, igen, szép. Szegények. Na jól van. Hát... Ikertestvérrel egyébként megcsalás? Csak úgy kérdeztem. Jó, csak úgy eszembe jutott. Nehogy is. Ne, hát az családban marad. Nem is tudtam, hogy amikor. Dehogy is. Tök ugyanaz. Basszus, ittam előtt egy feles. Rossz lát. Én azt gondolom, hogy Ikerrel és anyóssal nem megcsalás. Tehát, hogy... én ezt vallom. Jó, legyen ez. Iker és anyós belefér. Jó. Oké. Minden más megcsalás, az ikertesvér és az anyós nem. Jó. Jó? Aha. Jó. Hát most nézd, most mamát picit megkapargatott, hát most érted? Hát most az, ami a baj. Nem, mama is örül, neked is jó, a feleséged gyakorlatilag... örül, családban marad, de most akkor már inkább a mama legyen. Ennyi, nem? Mint hogyha előre utáznál az időben egy kicsit. Mint hogyha egy picit belepicslantanál, nem egy varázsgömbbe. Nem, mintha visszamennél. Visszamennél. Nem, előre mész. Hát milyen lesz a feleség? Ja, vagy előre mész, vagy visszamész, amikor igen. A lány még nem született igen. Meg, de a mama már igen. Ha vagy előre, vagy visszamész, akkor előre mész, hogy milyen lesz majd a lány. És aztán a vacsora alatt kevergeted a babgulyást, és csak annyit mondasz a feleségednek, hogy nem lesz gond. Jó lesz. Nem lesz gond. Mivel? Kedvesem, mindegy, nem érdekes. Majd elmondom egy pár év múlva. Igen. Mennyi is most anya? Igen. Na jó van. Gyerekek, akarok erről beszélni egy pillanatot. Már még nem tudjátok, hogy miről, de ez engem nagyon érdekel. Pintér Attila kommunikációjáról meséljünk, hogy beszélj már pár mondatot. Ez a történet már önmagában zseniális. Az első felét értem, azt, hogy Pintér Attila az ő kommunikációját. A Pintér Attila és a kommunikáció az ebben a formában ugye barokkos túlzás, vagy egy nem létező állítás, ugye. Csányi Sándor az MLS elnöke tiszteli a válogatott szakvezetőjének őszintességét, ám továbbképzésre küldi Pintér Attilát. Szakmai továbbképzés ez? Ugye szakmai? Hát hozzátartozik a szakmája, az a kommunikáció. Hát igen, őnek egy kommunikáció szakembernek is kell lennie, hiszen fiatalokkal dolgozik együtt. Mit szokott mondani Pintér úr? Tudunk idézni? Olyat szokott mondani, amit tudunk idézni? Vagy csak olyat, amit nem? Hát íveld be, rúg kapura, passzolj. Igen. Várjátok, ne siessünk ennyire előre, ugye? Az MLS közgyűlése után tartott sajtótájékoztatón nem hangzott el, de egy lap megtudta, hogy a Nemzeti Sport egészen pontosan, hogy Batiz András és az általa vezetett cég munkatársai tarthatnak kommunikációs tréninget a labdarúgó válogatott szövetségi kapitánynak, Pintér Attilának. Aha. Finoman szólva, hogy faragjon embert a stílusán. Formáljon a szókincsén? Formáljon egy kicsit a szókincsén. Az egykori televíziós műsorvezető érdeklődésünkre elmondta, idézzük ugye a Nemzeti Sportból, hogy valóban létezik együttműködés és szerződés az MLS és közte, de részletekről nem kíván nyilatkozni. Személyre, csoportokra szabottak a felkészítési programok. Személyre szabottak. Többen vannak az egész tábot berendelve? Nem, hát nyilván a Batizéknek van ilyen program. Hogy néz ki egy ilyen tréning, ahol ott ül egyedül Pintér Attila? Hát... Gondolom a táblánál ott áll Batiz András kezében. Mi a baj a Pintér Attilával? Beszélj, ugye sokat káromkodik. Semmi, jól öltözött. Én láttam, nagyon szép zakói vannak, én képeket nézegetek mostanában róla. Hát nézzél meg egy pár képet, akkor az Ancelottival, és akkor majd nézd meg, hogy ki az, aki jól öltözött. Vagy a Gárdióláról, tehát akkor mi a jól öltözés. Az én érettségiző képeimhez képest jól öltözött. Az én 92-es telesportos zakomhoz, amikor fehér szoknit hordtam, még fekete cipőbe és fekete nadrágot, ahhoz képest jól öltözött. De megnézed, még a Gárdiólán milyen cucc van, ahhoz képest kevésbé jól öltözött. Jó, nem ugyanaz a fizú. Na, kis pénz, kis foci. Az gyerekek, hogy az a nadrág az be legyen szabó, és az méret rájön, az nem pénz kérdése. Az egy szabó 600 forintért, melyeket pontosan megcsinálja. Az sose pénz kérdése, hogy 6 száma nagyobb zakóval rajtad, vagy nem. Az csak egy vágás. Tehát Pintér Attila sokat káromkodik, ugye ez a baj vele? A rondán beszél? Nyers! Nem, őszinte. Lényegre törő. Őszinte, lényegre törő. Ott nem lehet a pályán, gondoljatok bele, zajlik a mérkőzés, minden másodperc számít. Ott nem lehet, hogy tisztelt fiatalember, mennyire egyszerűbb az, hogy hé,
Na de várjál, ugye itt a hír arról szól, hogy a válogatott kapitánya állítólagosan több lap szerint most már, ami futótűzként terjed az interneten, minősíthetetlenül viselkedett egy gyermektornán, mert hogy a Népligeti Albert kupán az U9-es korosztály a Fradia Győrrel játszott, és az utóbbi csapatban Pintér fia is pályára lépett. Várjál, az U-hanyas? 9. U-9, 8-9 éves gyerekek. Egy szemtanú szerint a tréner a játéktérre beszaladva önmagából kikelve üvöltözött a játékvezetőkkel, miután az FTC kiegyenlített, Pintér állítólag keresetlen szavakkal illette a bírókat. Ja, akkor nem a gyerekekkel. Na, hála Majd Isten. Amikor néhány szurkoló szülő nehezményezte ezt, fenyegetően szólt vissza. Ezt a Bors állítja egyébként, akik egy neve elhallgatását kérő szemtanú megerősítette a történeteket, keresték az FTC-t, a klub nem kommentálta a történeteket, a Pintér nem nyilatkozott. Nem a szövetségi kapitányjal van gond, hanem a bírókkal, mert azok másból nem értenek. Lejtett a pálya. Figyelj. Na Angliában hogy beszélsz? Angolul. Ezek a bírók csak ebből éltenek. Na tessék. Félrefújták a meccset, Pintér úrnak igaza volt. Batizék, hívják be a bírókat. Na de figyelj. A Beni is beszél rondán. Tehát hazahoz ronda szavakat, nálunk még... Ő U-hanyas? U-4-es. Döbbenetesen jól focizik, U-4-es. Hazahoz néha ronda szavakat az Oviból. Tehát így, tudod, így eszünk valahol, és így rászorítok a kanára, tudod. Egymásra nézünk a Wikivel, ezt meg se hallottuk, engedd el. De ott még működik a fenyegetés, a büntetés, hogy kimossuk a szádat, jaj, hát a csúnyán beszélsz, mi lesz velem, soha, ugye már röhög, hogy persze, eddig sosem most. Nézd, Pintér Attila keze alá. Nem az ő, mert onnan eltalálom. Nézd a Batiz keze alá. Ott beadlak a Batizhoz. Lehet, hogy kapsz mindegy SMS-t, kezeljük a problémát, Balázs. Már kicsikkel is foglalkozunk, aláírás András. De hogy egy felnőtt embert, aki egy kész személyiség, Pintér Attila kész személyiség? Szerintem igen. Teljesen. Igen? Ő nagyon kész. Nagyon kész. Őt hogy szoktatod le arról, hogy rondán beszéljen? Egy felnőtt embernél mi az, ami hat? Hát... Mert ugye mit tanítanak egy kommunikációs tréningen? Mi az nyitott testtartás, hogy kommunikáljál, mikor vagy zárt, mikor vagy nyitott, milyen legyen a beszédtempód, miket emeljél ki? 2-3 nap alatt nagyjából egyébként alapszinten elsajátítható egy ilyen kommunikációs tréning. Hát itt nem csak Na de itt az, hogy ember, hagyd abba a káromkodást. Itt át kell fordítani az agyat. Mit kell? Ha labdát látsz, ne káromkodj? Ja, igen. Kis kártyával jön be a Batiz rajta a labda. Igen. Mondja az első reakcióját. Úgy indul a kommunikáció, hogy Pintér Attilának labdákat mutogatna? Például. Vagy kaput, nem? Bírót. Vagy Batiz András bejön egy bírószedben. Ja, igen. Sippal a kezébe. És provokálja. És elkezdi provokálni Pintér Attilát. Aki erre nagyon durván elkezd káromkodni. Igen. És Batiz kilép a bírói szerepből, újra Batiz András lesz, és megneveli Pintér Attilát, hogy hagyja abba a káromkodást. Ez egy felnőtt embert hogy szoktasz le arról, hogy ne beszéljen ordinári módon, hiába futballedző, próbálja meg valamennyire disztingválni magát ott a pálya szélén. Szerintem meg lehet azt köpködjön, ugye? Tehát, hogy itt több dolog van. Arról nem lehet lenevelni, szerintem se egyetlen magyar focistát. Jó, az olimpia előtt a kínaiakat is megpróbálták lenevelni arról, hogy köpködjenek, mert Kínába, Ázsiába, ugye, amit fölszívsz, azt nem nyeled le, náluk ez ennyi. Egy kulturális hagyomány, az kiköpik. És népnevelés ment a pekingi olimpia előtt, hogy a kínaiak ne köpködjenek. Zéro. Nem sikerült. Nem sikerült. Nem tudták őket átnevelni. Nem véletlen egyébként, hogy a világ legnagyobb stadionja is Magyarországról viszik a gyepet, ezért ilyen zöld nálunk. Érted? Nem véletlen. Éppen eleget köpködnek az a játékosok, hogy az a fű soha ne száradjon. Nem kell locsolni. Ennyi, nem kell locsolni. Na de, szerintem egy tök jó megoldás lenne. Ha ja, nekem például, is van ötletem, mondd, hogy neked, én mondom, mit csinálnék. Lenne, van egy szerkezet, amit nagyon sokan ismerek, akik ugye 80-es évek voltak fiatalok, az Éretlenek című filmben volt egy ilyen oktató szerkezet, amiben ugye, hogyha feltettek egy kérdést, és rossz választ kapott a kérdező, maga a gép, akkor egy boxkesztyűvel szemből kapott egy elég erőteljes ütést a vizsgázó, ha pedig jó választ adott, akkor pedig egy nyalóka jött elő, és akkor bele lehetett nyalni. Igen. Következőt kell csinálni, egy ilyen szerkezetbe beültetni ugye a szövetségi kapitányt, és vitatott szituációkat kell a monitoron leadni a szem előtt. És abban a pillanatban, amikor egy-egy ilyen vitatott szituációra úgy reagál, ahogy nem kéne, kapja a boxkesztyűt. Ha viszont azt mondja mondjuk az meg helyett, hogy teringettét, abban a nyalhat egyet. Ennek a második verziója, amikor már kiküldöd Attilát élesbe, de még nem küldött ki egy válogatott meccse, kiküldöd valahol a ligetbe, a ketten fociznak. Kinevezett, hogy ő az A csapat kapitánya, és raksz rá egy ilyen kis elektromos ösztökét, tehát te vagy a Batiz, fölszereled.
Nagyon jó. Ott ülsz mellette, és azt kérd, hogy utasítsa a csapatát arra, hogy nyerjen a ligetben a nem tudom, Blast 88-as a bajnokság. Amikor Pintér úr kelletlen szavakkal illeti a saját csapatát, abban például megcsapatod. Nagyon jó. Nagyon jó. Árammal. És effektíve így vesze, így kezded el leszoktatni, mint ahogy a villanypásztor leszoktatja a lovakat arra, hogy közel jöjjenek. Hát van, és ugye, pici apró áramütésekkel csapatod meg a szövetségi kapitány. Jó, ez nem jó, mert ez csak akkor fog működni, ha ott a Batiszt, tehát ezután a Pintérnek, de nem, nagyon. A Batisznak ott kell ülni mellette, de mindig csak egy pici áramütés kap. A Batisznak mindenhova menni kell a Pintérrel. Ez igaz. Mert figyelj, az épül be, hogy látod a Batiszt, ő fogja megnyomni a gombot. Van egy vevő, az a baj ezen, hogy basszus, basszus, na jó, lemerült az elem, menjünk. Gyere vissza a tanterembe. Üljük vissza az iskolapadra. Hagyd a kurva! Hagyd a kurva! Az így néz neki. Vissza, vissza a tanórá. Mit lehet csinálni? Tényleg, hogy lehet egy felnőtt embert leszoktatni arról, hogy káromkodjon? Ugye? Nem tudod, hát ez egy szinte olyan, mint egy nyelés, egy ilyen vegetatív idegrendszeri károsultság, amikor valaki úgy beszél, mint a kocsis. Tehát nem tudod. Hát meg milyen komoly félreértések lennének belőle? Mert érted, amikor segítségért kiállt, azért kaphat még egy áramütést, hiszen ez meg szó ugyanúgy kezdődik, mint a Batiz. Csak a nevedet mondom. Adrás! Oh, hát tényleg. És Adrás a rezzá! Nem akartam rondát mondani, nem akartam rondát mondani. Igen, szóval, hogy hát nagy kihívás ez a Batizéknak. Hát nem egyszer. Én láttam Pintér urat nyilatkozni, hát van még ott. Vannak perspektívák. Láttál vágási pontokat? Láttam vágó pontokat. De hát, ugye, nem egy egyszerű. Nem egyszerű. Ugyanakkor meg lehet, hogy tényleg a játékosok csak ebből értenek. Annyira megszokták már ezt a stílust, hogy egyszerre másképp nem működik. Érted? De hogy ennyire? A kérem szépen erre nem ível. És az ível mémekre meg igen. A ne önzőző legyen szíves, nem, de arra, hogy ne önt. Nyát, arra már igen. De az osztályteremben nem ér köpködni, ugye? Vagy ilyenkor, vagy először van a káromkodás, és utána a köpködés? Vagy mire szoktatják le az embert? Vagy azt mondja a Batiszt, hogy figyeljetek gyerekek, én foglalkozom a Pintérre, de csak küldtél. Oké, gyerekek, beállunk a gyep közepére, én leadom neki a kétnapos tréninget, de ez egy cabrio tréning lesz, csak küldtél, gyerekek, csak küldtél. De beltére nem vállalja. Ja, mert úgy képzeld el, hogy mit tudom én, egy ilyen UEFA szintű, mit tudom én, edzőképzésen, minden egyes magyar edző mellett ott van egy köpőcsésze, azt már teremben. És flexi mögött áll a Batiz. Igen. Ő azt mondja, hogy nem irodalom tanárnak hozták. Tehát ez az ő nyilatkozata. És ebben hogy előre tudták, hogy milyen a habitusa, és hogy nem simogatni szokta a játékosokat, megköveteli tőlük, hogy profi módon éljenek, és eredményes csapatot akar. Ebben egyébként igaza van, tehát maga az elképzelés tök jó. Csak ugye nyilván, hát van róla most már egyszer, tudom, hogy ő tudja, a YouTube-on egy összeállítás, amikor ugye csak az van összeválogatva, ami leolvasható a szájáról. Hát még én is tanultam újakat, pedig nem vagyok ebbe kezdő. Én egyébként ebben a nem irodalomtanárnak szerződtetekben én abszolút látok logikát. Tehát mégis fura lenne, hogy azt mondaná, hogy látjátok, feleim szűntük el, megint miből kaptunk gólt. Igen, mik vagyunk. És a por hamu vagyunk. Adi utukra. Így van. Mit mondasz? Attila bár, mit mondod? Hova passzoljam? És a por hamu vagyunk. Mi van akkor a Batiz jutalmazási rendszert ad, amit te mondasz? A Pintér nem káromkodik egy fél időt, lejön ő is az öltözőbe, kap egy csokit. Csokit? Szokit. Szokit kap, egy marék szokit. És egy ilyen jutalmazási rendszert indít el a Batiz majd az ő kommunikációs cégével, hogy ha kibírod 10 percig szoci, ha kibírod 20 percig kapuciner, ha fél óráig kibírod egy tábla, mit tudom én, nem tudom mi, 45 perc után egy doboz bombon. És akkor, vagy amit szeret, 5 csillagos metax, hanem a bármi, amit iszik, nem tud. Mert az a labda is. De Lotto szerette megint azt, hogy meglátja, és Pavlovi reflex alapján egyébként kiborul. És elkezd káromkodni. Szóval nem egy egyszerű élethelyzet ez. Ugye, hogy mit lehet csinálni? Mit tanul még az ember egy ilyen kommunikációs tréningen? Mi van még ott? Hát mert egyébként nekem tetszik, hogy ennyire lelkes. Tehát most ott ülne valaki, aki egyébként halvérű, és így nem látok rajta semmi érzelmet, nekem jobb akkor, hogy egy ilyen ember van, csak
csak nem biztos, hogy jó, hogy ennyit káromkodik, de maga a vehemenciája nekem tetszik. De a Guardiola is ennyit? A Guardiola is. Az, hogy ő mennyit káromkodik, azt nem tudom. Mert nem beszéljük a nyelvet. Igen, de nem tudom. De látványos. De ő is bent áll, mutogat, integet. Hát mindegyik szövetségi kapitány kicsit mindegyik meccsen meghal, de ez jó. Igen. Itt az igazi baj az volt, hogy ez az U9-es meccsen kezdődött el a dolog. Érted? Tehát, hogy ott állnak a 9 éves gyereket, te kimész szülőként a 9 éves gyereked meccsére, és azt látod, hogy berohan egy csávó a Pintér, és mindenkit elküld a P-be. De lehet, hogy Pintér nem is azt a meccset nézte, csak látta, megállt, behúzta a kézifeket, mindjárt jövök. Egy kis bíró. Odarolt helyre, tehát mindenkit visszarol. Arról van egyébként valamiféle információ, hogy az U9-es csapatokba tartozó játékosok közül hányan hagyták abba a labdarúgást. De vagy hányan lettek jobban? A meccs után is mentek át mondjuk kajakozni. Néma koruk a Pintér bácsival együtt. Na, és látod, a Pintér bácsinak a csapatába belekerülhetsz majd, hogyha sokat játszol. Akkor nyílj! Jó, de ebben a Mésző is nagyon nagy volt, nem? Hát a legnagyobb. Hát figyelj, tőle szerintem mindenki tanult újat. Ott ő döbbenetesen tolta. Nem? Igen. Tehát ez egyfajta hagyomány, amit most itt a szövetségkapitányunk átörökít, nem? Hát a Mésző, hát ő mit csinált a pályán? Hát ő is ugye? Elég harcos volt, vehemens volt. Igen, ezt szépen mondani, ott is voltak azért hagyományok, tehát ez egyfajta íve a magyar futballnak, ugye? Igen, van ott egy klasszikus paródia, ugye Kern András tolmácsolásában, ez meg lehet a videó megosztó portálokon nézni, nagyon jó. Hát igen. Állítólag egyébként azt olvasom, hogy nem csak a Pintér megy, ha erre a tanfolyamra, hanem az MLS alkalmazottak mindegyike, állítólag, akik a sajtóval rendszeresen kapcsolatban vannak, mennek erre a kommunikációs tréningre. Tehát és a focisták nagy... is? De senki. Focisták is? Mondjuk a magyar válogatott? Vagy azoknak nem kell? Szerintem a focistáknak nem elsősorban az a feladat, hogy szépen jól nyilatkozzon. Hát de jó, de ha a másikat nem tudják, érted? Akkor, ami a feladatuk, azt nem tudják, akkor valami. Hát igen, de én mondjuk a focistákat nem küldeném, mert inkább igen. Legyen jó a pályán, nem? Ennyi. Tehát most lejön, mond három mondatot, elsődlegesen ne beszéljen. Nyilván... Ő rúgja a gólokat, meg adja a gólpasszokat, ennyi. De azért egyébként... lehetetlennek kérje. Jó, hát picit így az elméletéről próbáltam meg egy picit beszélni, de egyébként az összes többi ember, akit elküldenek Pintér Attilával, az azért megy, mert szükséges van rá, vagy azért, hogy ne frusztrálja Pintér Attilát, hogy egyedül a teremben. Azért az nem jó érzés, mikor benyit, és azon ott vagytok utcán, és ott áll a Batiz elkésett. Igen. Ön elkés, egyedül leülsz az első padba, és előkerül az első kártyás. Hetes, jelentsen! Batiz tanár úrnak jelentem, nem az osztály létszáma egy fő, nem hiányzik senki. Köszönöm, hűljön le! Nekem Tumász köcsön. Igen. Igen, szóval, hogy na mindegy, hát megnézzük majd a fej. Mikor lehet először látni, mikor jön ki erről a kommunikációs tréningről? Mikor látjuk, hogy sikerült-e Batiz Andrásnak csodát tenni? Jövő héten, két hét múlva? Hát ilyen tréning az 2-3 nap, ezek nem hosszú hónapos tréningek, van az is, de hogy az alapokat el lehet sajátítani gyorsan. Nagyon gyorsan szerintem. Hát vagy hogyha nem fog ez működni, akkor egy táblarendszer is megteszi. Tehát, hogy táblákat fogj majd felmutatni, és a táblán feliratokkal. Aha. Igen, mert ugye itt nem csak a meccs alapján véleményezik, vagy tanítják, hanem a meccs utáni nyilatkozatokat is. Tehát azt mi fogjuk látni, hogy van-e fejlődés. Uh-huh. Mert elsősorban nem csak az üvöltözéssel volt a baj, mert tényleg minden szövetségi kapitány üvölt, hanem lejössz, ott a sajtó, nyilatkozzá. Mondjál szépet, jót, hosszú, bővített mondatokban. Ugye? Uh-huh. Tehát ezt itt... Mikor játszik újra a magyar válogatott? Micsoda? Mikor játszik újra a magyar válogatott? Nem követtem őket, nem tudom, hogy most egyáltalán mire készülnek-e valamire. Nehéz ügy, nem tudom megmondani a pontos időt. Na jó, majd most éppen most nyilatkozott a napokban, hogy sajnos az összetartások nem jönnek össze. Lehet, hogy egyébként ez is egy kicsit feszültem. De én azt mondom egyébként, most nem tényleg András, hogyha hallasz minket, akkor tényleg ne arra, hogy nem akarom rontani az üzletet, de hogy tényleg csak akkor kellene fizetni, hogyha működik is a dolog. Tehát mert egy dolog ugye az elmélet bent a teremben, és más dolog a gyakorlat. Én egyébként azt mindenképpen javasolnám, hogy a reklámtáblákon ezeken a reklám, ezek a fényes ilyen LED táblákon. Tehát mindenképpen legyen ott már az első egy percben, hogy nincs meg Attila. Tehát, hogy ezzel kezdődjön a meccs. Hogy még csak véletlenül sem mondjon semmi olyat. Jó, hát aztán lehet, hogy kijön a kommunikációs tréningről, és mondja, hogy figyelj, Andriskám, te állnál ott, ugyanígy káromkodnál. Nem? Tehát, hogy ez az egész stratégia ezzel végződik. Hát igen. Na jó. Megnézzük. Tehát akkor most megy ez a kommunikációs tréning, megnézzük, hogy van-e fejlődés. Uh-huh. Egy hónapot adjunk, és utána megnézzük. Kíváncsi vagyok. Egyébként tényleg. És nem lehet azt se tudni, hogy egyébként mi váltja ki belőle ezeket a dolgokat. Lehet, hogy egyébként a szín, a zöld szín. Akkor pedig egy színes napszöveggel szerintem mellett. 3-4-10 lesz pontosan 6 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show.
Klassz FM-en. Gyerekek, kezdek belázasodni. Na, egy föl. Igen, úgy érzem. Ó, mi történt? Az állóztak? A Gutmann átok nem, fáj a torkom, és kezdek belázasodni. Csak mondom. Aha. Pihizzél egyet. Aludhatok nálad? Ja, nem így értettem. Ja. Ne gyere be valamelyik. Nem, ha beteg vagyok, nem jövök, nem fertőzlek benneteket, csak érzem. Gyerekek, írják a hallgatóink, és ez fontos, hogy holnap játszunk Dánia ellen. Á, esélytelen, ennyi idő alatt nem lehet csodát tenni. Hát azért figyeljük már volna. Már most mire gondolsz a meccs végeredményére, vagy mind a kettőre? A meccs, a me, igen, a meccsre gondolsz, vagy a nyilatkozatra? Mind a kettőre. Jó, hát azért megnézzük, hogy hogy megy, nem? Simán. Hol adják, közszolgálati, vagy valamelyik sportcsatorna? Ó, tehát biztos. Nézzük már meg, mit nyilatkozott, hogy nyilatkozott utána. És a félidei nyilatkozatokat nagyon szeretem, amikor odalép egy ilyen riadtarcú riporter, elkapja a szövetségi kapitányt, hogy mondjon két mondatot. Igen. Egy baromi nagy ilyen szivacsos mikrofonnal, de akkor a szivacs van azon a mikrofonon, mint a legalábbis az Everesten lennének ilyen szélvédő. Egy bum-bum mikrofonszerű valami. Na azt kell megnézni. Na azt nézzük meg. A félidei ott még Stengben vagy. Így van, ott még a meccs hevületében vagy. Ha te a batiszterápia. Na jó, mondjuk azért fejhallgatóval hallgatom, majd nehogy egy gyerek eltanulja valamit, ha esetleg nem működik még. Na, hát már holnapra biztos, hogy képzik, jó. Nem? Vagy ez egy lassabban őrölnek az MLS ma, amely, tehát mire itt elmegy, elindul a tréning, tehát holnap ennek még nem lesz eredménye? Azok szerintem azok a palerek jó mélyen be vannak gravírozók Pintér Attilának a tudatába. Tehát, hogy nagyon lassan lehet az kigyomlálni. Mi az András lepolírozza. Jó, nézzük meg holnap, hogy van-e már egy kis változás. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Több témánk is volt, de egy témából állítottunk össze egy rövidebb kis szösszenetet. Ugye megint az álmokról beszélgettünk, mert hogy kiderült, hogy ugye Jani és ilyen nagyon beteg dolgokat tudunk álmodni hallgatóinkkal együtt véve. Feri és egy... Hát az ország szolid 10-20%-a alszik éjszaka. Igen, csendesen aluszált az éjszakát, úgyhogy nem emlékszik semmire, de kiderült, hogy hallgatóink is tudnak igencsak beteg dolgokat álmodni. Arról beszélgettünk, hogy mit csinálunk mi éjszaka, miket álmodunk, és kinek mi volt a legbizarabb álma. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. Nagyon durvát álmodtam, illetve nem volt durva, rövid volt és meghökkentő. És azóta ezen gondolkozom, hogy vajon más embereknek is vannak ennyire beteg álmai. Mert hogy ti nem vagytok ebben társak velem. Arról szólt a dolog, hogy részt vettem egy kiadói találkozón, ahol átadták az én már elkészült könyvemet. Uh-huh. De ez az új. Ez az új. Aha. Ez az új. Ami most elkezdtem még dolgozni, még bőven nincs kész, csak foglalkoztat a dolog, lesz. És ezzel álmodtam. És összegyűlt a kiadó minden munkatársa, hogy megnézze az én első reakciómat, uh-huh. hogy mit szólok az első kinyomtatott könyvhöz. De jó. Uh-huh. És ott állt, nem tudom miért, 100 ember. Egy színpadon volt, asztalok voltak, vizes pohár, műanyag pohár, pálmafak, tök tisztán emlékszem. És a színpad előtt állt 100 ember, mint kiderült, ők a kiadó dolgozói. Aha. Uh-huh. És én még nem láttam, hogy milyen lett az új könyvnek a borítója. Behívtak engem, mint valami vendéget. Igen? Fölmentem a színpadra, felkonferáltak, odaléptem, megfogtam, átvettem, és ránéztem. Aha. Nem, ránéztem. És a következő volt a borító. Na most már tényleg várom, eddig azért nem feszültem be, hogy mennyire durva. Nem, az a durva, hogy nem hogy durva. Hogy ez még így magában meg is történhetett volna eddig is. Egy olyan ember adta át, hogy egy ilyen mézga család volt, ilyen mézga haja volt így oldalra fésű. Kopaszhaj. Megfogtam a könyvet, ránéztem, és emlékszem tisztán, hogy mindenki várta, hogy mondjam el, hogy milyen. És nem hiszitek el, ki volt a könyv borítóján. Berényi Miklós feketében, afroamerikai kiadásban, Berényi Miklós fehér, rövid, ilyen tüsi hajjal. Tüsi, fekete hajjal. És így várták, na! Színes bőrű volt. Igen, ez mitől van? Olyat eszem, olyat iszom, vitamin hiányom van? Nem, túl sokat nem eszem, mert hat utáni már nem nagyon kajálok, azért nem vagyok dagi, meg nem csinálok. Szerintem nagy esti hűtő elé betérdelések egyáltalán nincsenek. Banánt tettél este? Banánt tettem. Na! Aha. Finom rasszista poén, banánt tették. Ne, ezt nem értem. Nem ezt akarom én nem értem. Érteni. Ha nekem banánt dobnak, meghámozom, megeszem. Nem mondtam, hogy dobsz. Finom, azért egy finom rasszista poén, így reggel egy 8 körül mindig bocsánat, jól jön Feri. Ne terelted arra. Hiszen a feketék majmok és banánt. Nem. Na most, te vagy a rasszista. Te vagy ilyen, nem. Vagy nincs ezzel baj. Vállalj föl. Végre fölvállod, mindig csak itt két megszólás között szoktál egyébként. Komolyan bántod itt a fekálat hírek alatt, hogy megint egy fekálat. Ennyire szemetek magadok. Végre felvállaltad adásba, hogy
nem bírod a fegákat, és banán dobnál nekik. Hát nincs ezzel baj. Jó van. Nem, banán, de banánt egyébként ettem, ha már kérdezed. Banánt az, ettem. Mert az déli növény, mondva, akkor folytatom. Igen. Nem majmok, érted? Csak igen. Hogy ez Afrika délen van, meleg van. Miért kell nekem ilyen beteg dolgokat álmodnom? Én például, hogy szexelhetek egy hímoroszlánnal. A dolognak az a, az a, az a, hogy is mondjam csak, az a bizarabb része, hogy ha ennél lehet bizarabb, nem, hogy a farkával, aminek a végén nem volt bojt. Csak a farkán volt egy luk. Gyakorlatilag egy cső volt. Hát a farka, ezt azért Freud meg tudná magyarázni. És megálltam. De hát, hogy értitek, hogy miért történik mindez velem? Na de, miért ébredek én zavarna? Miért nézek körbe a sötétben? miért szólogatom a családot, hogy hát, ha esetleg ébren vannak, és hallották, hogy mondjuk félállomban kommentálom ezt az egészet. Leo, jaj, te ász vagy, Istenem, a zebra hozzád képest a murkó. Ez egy mélységes emi univerzum, amit ti nem értetek, mert lefeküztök, és átadjátok a testeteket 8 óra ilyen... 8 óra? Jó, akkor 6 óra lustálkodásnak. Holott az egy Mariannárok. Aha. Mi, akik pihenten ébredünk reggel, ugye? Ez igaz, hogy én viszont én ülök az ágyszélén, nem megyünk. Mi volt ez? De most akkor Sebestyén Berényi az Igazság című könyv, mikor jelenik az álom, igen, és ami odált van. Az álom és ami odált van. A sajtótájékoztató műsorvezetője Berényi Miklós. Te ott voltál az oroszlánnal és elkaptad a farkát. Igen. Aha. Mi van, ha valaki valahol Tahitin azt álmodta, hogy egy állatkertben járt, és látott egy kicsi manószerű embert, igen, kopaszon, iszonyatosan szuszogva, merítékező honlá, törölgetve, tolva hátulról leót. Igen. Én csak abban bízom, hogy túl hosszú volt az a farok ahhoz, hogy ne érjen át a másik oldalra egyetlen kis, gyors, erős kis magom se. Mert félek, hogy abból lett valami nagyon torz és nagyon furcsa. Jó, azért jöttek SMS-ek tényleg, aki beteg aha. dolgokat álmodik, írja meg, hogy mi volt a legdurvább. Ti is kezeltessétek magatok. Nagy dimenzió ez, csak az a baj, hogy sekélyesek vagytok ez. Aha. Hát, ne haragudj, tényleg. Tehát az a baj, hogy veletek ilyen mélységekről beszélgetni egyszerűen lehetetlen. Nézzük meg hallgatóink közül, kik azok, akik hasonszőrűek. Így van. Aha. Akik nem csak lustálkodásként tekintenek az alvásra, hanem jól használják ki az időt, és beteg dolgokat álmodnak. Ki az, aki például álmodott egy olyan sajtótájékoztatón, hanem az ő könyvét mutatták be, amelyek az elején a kínai tihanyító Csaba volt. Vagy ki volt ott ezen a sajtótájékoztatón? Tényleg. Mi van, ha egy hallgató ott állt az első sorban, és azt mondja, hogy Balázs, én azt álmodtam, hogy ott állok, és te fölmutattad a könyvet, és Berényi volt az elején. De ezt már megírta volna reggel. Érted? Tudjuk, hogy most nincs egy olyan Juventus hallgató, aki nem minket hallgat, de minket hallgatna, már írná sem, hogy ott álltam az első sorban, és ez volt az álmom, hogy följöttél a színpadra, és kimutattál egy Berényi könyvet? Nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy beteg vagy. Mi van akkor, ha mindenki minden álom szereplője? Tehát én azt álmodom, hogy ott voltam egy fura sajtótájékoztatón, de egy másik országban álmodom, és nem tudom, hogy ki volt az a csávó, aki följött a színpadra, és az egész világ álmodik, és mindenki szerepel, mindenki álmod. Érted ezt, amit mondom? Igen. Azt mondja, az egész érted világot ezt? Nem lehet csekkolni, de szerintem megkérdezhetjük azt a 200 Juventus hallgatót. Mondok valamit. Te ott voltál az oroszlánnal, és elkaptad a farkát. Igen. Aha. Mi van, ha valaki valahol Tahitin azt álmodta, hogy egy állatkertben járt, és látott egy kicsi manószerű embert, igen, kopaszon, iszonyatosan szuszogva, merítékező honlá, törölgetve, tolva hátulról leót. Igen. Ott ül. És közben egy másik csávó pedig egy körül. Figyelj, és ő a te álmod szereplője volt. Érted ezt? Én csak abban bízom, hogy túl hosszú volt az a farok ahhoz, hogy ne érjen át a másik oldalra egyetlen kis, gyors, erős kis magom se. Mert félek, hogy abból lett valami nagyon torz és nagyon furcsa. Amikor leszoktam a cigiről, a dohányzásról, akkor kezdtem el rémeket álmodni, írja egy hallgatónk Zsé. Volt sokszor már, hogy előre féltem elaludni, hiába gondoltam pálmafára, napfényre, a rémálmaim jöttek éjjel elő. A legviccesebb az volt, amikor egy 2 méter magas eper üldözött, és meg akart ölni. Ne aggódjatok, vannak másoknak is beteg álmai. Havasi Balázs koncert közben egy hatalmas rózsaszín gumikacsa szívta el az emberek gonoszságát. De ez most az álom, vagy ez megtörtént a koncerten? Szerintem ez megtörtént. Ez valószínűleg álom? Mert ha viszont ez igazi, az nagyon jó. Én óriási pókokkal álmodtam, amik vízből jöttek ki, és gépfegyverrel kellett őket szétlőnöm. Amúgy szinte minden álmomra emlékszem. Írja nekünk Meli. Holnap is várlak, Jani, puszi Leo. Megyek. Általános iskolás voltam, amikor elhasaltam matekból, írja Rita. Tanultam sokat, és már álmomban is matekoztam. Azt álmodtam, hogy a számok másznak a hátamon.
és anyámék az ablakból szedtek le, mert majdnem kiugrottam rajta félelmemben, írja Rital. De jó, megnyugszom egy kicsit mindig. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt, szevasztok! Mi újság? Az van, hogy ma megint elmentem futni, de ahogy hallom, tudjuk, ezt jelentették nektek. Bizonyám, tudjuk. Spandex gatya. Hát futónadrág, hát mibe kell futni? Dehogyis, ne kamuzzál, mert megmaradt még arról az időről, amikor szkorpioszos voltál. Voltál a csíkos. Ilyen apró halálfejek. Méhecske nadrág. Tényleg? Csíkos. Nem. Bementem egy sportboltba, és mondtam, hogy futónadrágot szeretnék. Adtak egyet, felveszem reggel, azt elmegyek futni. Tűztöltem rám valami? Spandex, hát ilyen testre feszülős. Az. Hát büszke vagy arra, amit van, amit kaptál a jó Istentől. Hát legyen valami szép is. Ötöcske, hatocska, mennyit nyomtál? 6 kilométer. 6 kilométer. Látszik, mi? Jó vagy. Egyre jobb vagy. Jó vagy, tényleg jó vagy. Hívjuk a nap hallgatóját. Legyen. Hú. Patak partján futsz? Megyek csapzott, vagy mi? Ott van egy nagyon jó futóterem. Igaz, messze van tőlem, én nem ott futok. Hát fuss se többet. Vagy menjen kocsi, fuss ott, és ezt. Na most? Ja. Kicsit igen. Felhassultam. De most? Engem. De most legyen? De most de nem arra gondolsz. Arra gondolsz, hogy most van egy csöngés, és utána. De várj, a közjegyzőnél ötöt kellett várni. Igen. De az más, ötöt? Az nagy az ajándék más. Volt. De most hát, mi most mennyi ajándék az van? Igaz, most ez még nagyobb. Hát? Azt mondod, Jani, hogy most van egy csöngés, és utána? Most indítsuk el az órát. Tehát ne ez a csöngés, hanem most fogja fölvenni. Sose lesz. Most fogja fölvenni? Nem. Kérdezed, vagy mondod? Nem most, hanem passzus, már nem beszélhetsz, erről lemaradtunk, akkor legyen inkább ez most. De ez már elment, mert amikor kimondtuk, hogy most, akkor már jó, nincs. Nem, most nem vette föl. Van egy csomó ajándék, átadjuk neki. Uh-huh. De... Mi? Osszuk szét. Dobjuk szét, igen. Nem, egy csomó mindent kap, igen. Ő a naphallgatója, csak ugye nem kap a Morning Show ajándék. Aha. Csomagot. Melyiket választanád a háromból? Paleo diéta, amerikai hamburger vagy ablakcsere utalvány? Na, megfogtam. Hú, nehéz. Nekem mind a három nagyon tetszik. Egyet választhatsz. Amerikai hamburger. Jó, hús nélkül. Csabikám, remekzenéd lesznek? Hozom. Volt egyszer egy kedves ismerősöm, aki azt mondta, hogy ő nem szereti az olyan dalokat, ahol az időjárást jelentik a dalban, tehát hogy süt a nap, meg ilyenek. Aha. De a Balkán falatiknak az újdonsága nem arról szól, hogy most időjárás jelentés van, feljött a nap. Arról szól, hogy feljött a nap, és még mindig a kocsmában vagyok. Az hát, is, hogy ez mekkora szégyen. Ma is fiatalok. Ez nem rossz. Igen. Hát leginkább a Ferinek lehet ismerős ez a néhány mondat. Nem, mondod, még gondolnám, én sose szégyeltem még magam ilyesmi miatt. Igen. Szóval a Balkán fanatik újdonsága, meg persze a játék. Megint beültetjük a képzeletbeli hőlégballonba a sztárokat. Sztárok a felhők fölött, aki hármat közülük megtalál, akik bemutatkoznak a dalaik előtt, azok nyerhetnek Nestlé ajándékcsomagot az óra végén. Minden óra végén a kívánság műsorban. Hát szép ez. Köszönjük neked. Igazán nincs mit. Köszi, Csabi. Meg vagytok? Meg, csak gondolkoztam, igen, már picit. Mi? Az esti álmodon fogadjuk. Nem, már hány ingerem is van. Van valamilyen gyomorrontásos, vírusos, ilyen lázos, valami, gyerekek? Hát csak valami az simán lehet. Benne, aztán egy kicsit konkrétan én, gyerekek, uh-huh. Ez valami baj. Az van? Valami nem stimmel. Gyorsan menj haza. Hogy gyorsan valami köszönjünk el, és utána. Utána puszít meg a Csabit. Gyerekek, nem vagyok jó. Utána jól van. Oké, Csabi jön a kívánságműsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig, ha minden igaz, jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, jó reggelt! Vagy mi? Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.